jönnek színlátsz, ahogy elmentól nem vár. A polának a bimporán engem látsz, a rúzsnyom engem vár. Jampec voltam, de elég már, a sírom, túlom, ha nem úgy áll. A nevem négyen véste a padla, hát nem szerethetsz mást. Róbert voltam, de Robi szár, a sírom, túlom, ha nem úgy áll. A nevem négyen véste a padla, hát nem szerethetsz mást.
dolot jártunk, részeg a pámmal, minden kocsmában italoztunk. Fejünkön vérdi, sírhelyünk elkelt, mert minden bankot már kirámoltunk. Aztán orgyilkos fegyverből hangőrrem kell, s apám így szólt, ez a pusztító tűz. Fiam, itt a pénz és a puskán fogd, aztán mennyi más, én éreztem többé, már nem tartom a karomba. Még vártam egy percet, s ő azt mondta, hogy elmegy, soha nem fogja rácsok mögött élni az éveit. Fiammal jártam évek múltában, kis egész éjjel rabolgattunk, fejünkön vérdi, sírhelyünk elkelt, és mások pénzét szórakoztunk. Aztán vérgyilkos fegyverből hangőrrend el, s én tudtam, ez a pusztító tűz. Fiam, itt a pénz és a puskán fogd, aztán menj imán. Én érzem, hogy többé már nem tartozz karodban, szinte vártam egy percet, hát indulj el kérlek. Így szóltam hozzád, szaporázd a lépeit. És a puskám fog, aztán menjé már. Még elmondtam volna, de a fegyver újra dörren. Hát így érünk véget, és még azt sem éltet. Soha nem látják rácsok mögött élni az éveit. Soha nem látják rácsok mögött élni az éveit. Soha nem látják rácsok mögött élni az éveit. Király, király, a béka király, 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 a béka király, 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 a béka király, 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 a béka király. 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 16, több valamint három samidő, az erdőcs mezőt járám, eltűnődik, hová lőm az rím. Mely időn, vitéz mátyás király urunk, menj te szálas, érettebb dapkes iránkozunk. Igazság már, az időtől nincs.
most ön csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Szümeim tömmerengének télen, szép Dunánk hömpölygő olaj tengerében, seltűnődék, hová lő az jég. Bécsnek büszke várát, azért ostromolánk, mert az Óberencen túl tejet olcsóban találánk. Szent igazság, hová lendél? Most lőn csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Most lőn csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba, most nem csak hamburger lakoma. Halihó, sziasztok srácok, a hajam ma kriminális, akármit csináltam vele, úgyhogy... A Norbi, ezt a kezdést üdvözlünk újra a Mongufta pacsi és ölelés szinten, megújította a tagságot, nagyon köszönöm, pont beírtam egyébként, hogy most jártak le a tagságok, legalábbis nagy része, egy ilyen 15 legalább ott maradt a papucsa háttérbe, tehát hogy akinek lejárt a tagsága, nézzétek meg, egyrészt akik ajándéktagok voltak, ők meg tudják újítani már akár a 199-essel, vagy akár a 400-essel, amit a Norbi csinált. Üdvözlök mindenkit, itt van velünk Varnyú, Frogpati, Armin, Gréti, Emi, nézem tovább, itt én ajándékoztam egyet, mert én is próbálom szinten tartani, hogy ugye az emojik meglegyenek, így elvileg még 6 kell, hogy megmaradjon az emojink. Aztán Baj 10 kapta, használja egészséggel, pont maradtam ki Genshin videót, remélem megnézi. Itt van Kira is, Andrew is, Hanna, Fazekas is, sziasztok, sziasztok, hogy vagytok? Igen, 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 te most kaptad, Andrew, az ajándékot. Mindjárt belecsapunk itt a dolgokba, srácok, csak hát fel voltam hype-olódva a gyerekek, úgyhogy Norbi, még egyszer köszönöm szépen. Már 8-as vagyok, kemény, 2 perc volt 3 szintet lépni. Na, jó csináltad, Pati, igen, Bite Fight-tal fogunk nyitni az elején, közben egy kicsit beszélgetünk, és utána pedig overwatchozni fogunk. Holnap reggel 7-kor Fortnite, jó hallod, reggel 7-re itt leszel, akkor első körökbe jössz, kb. Délig, és utána ebédszünet, és elkezdjük a Hogwarts-ot. Na, mutatom is nektek, srácok, hogy ez már letöltődött. Hála az égnek, remélem tényleg azt mutatom. És egy óra volt, amíg letöltötte. Már bele is tették a kiegészítő DLC-ket, ugye a Dark Arts Pack, ezt valószínűleg hogy meg fogom venni, egyelőre feldobtam a kívánságlistára, ez ilyen 7000 forint körül van, kapsz benne egy hátast, hát ezt lényegében itt van, mit kapsz benne, egy Testral Mountot, Dark Arts szettet, illetve Dark Arts Battle Arenát, csak emiatt még én erősen gondolkozok, hogy megveszem holnap kezdésre. Aztán, amit még betettek a Hogwartshoz, ugye betettek egy ilyet, alapból ugye megkaptuk a Hippogriffet az előrendelés miatt, és ez a Dark Arts Garrison Hat DLC-t nem érdemes egyesével venni. Hát, nekem meg fogja érni, annyit megér, figyelj, a játékot ajándékba kaptam. Tehát, hogy nekem így annyit megér. Aztán... mi történt? Igen, itt ajándékoztam, és akkor itt a Bite Fight. Alapvetően itt még 12 perc van. Bejövök a Discordra, ahol tudunk beszélgetni. Most azok beszélnek, akik Bite Fight-oznak is. Köszönöm, szia Pati! Jó napot! Igen, Émi nem játszik, ő betrollkodott. Szia Bea, bocsi, nem láttam, hogy megérkeztél.
Alapvetően sok mindent haladtunk a Byte Fight-ba, lett egy fura érdekes dolog, hogy ide betették ezt, hogy összemosták az összes szervert, vagy hogy lettünk hirtelen klánba 2260-adikak, mikor azt hiszem a harmadik, ötödik helyen voltunk, illetve ez a helyezés is szerintem összemosták az egész összes szervert, nekem az a tippem egyébként. Már is, kedves Byte Fight-osok, várunk titeket ide. Ilyen nincs, ajándékoznék tagságot, erre meghal az OTP rendszere. Hát figyelj, holnap is lesz még napkira. De Norbinál nem halt meg az OTP! Norbi, köszönjük az 5 tagságot! Na hát így akkor gyorsan visszajön ez a 15, ami lement. Hálásan köszönöm. Nézd oda! Hanna Fazekas, Jack Sparrow, Gulyás Dóri, Bence Fejes és Furuya Kun. Nagyon jó. Bence biztos örülni fog neki, mert a Fortiba is szokott azt hiszem beszélni. A Dóri szintén mindig örül, a Hanna is remélem, és gondolom a Jack is, úgyhogy de jó. Köszönöm szépen Norbi az 5 tagságot, szuper vagy. Egy ajándék emoji menjen az ajándékozónak, ezt azért tettük bele. Ezt nem annyira akarom kivenni, mert szerintem egy tök jó dolog. És kire, ha megjavul az OTP-s dolog, bár mondjuk én, bár nem, én PayPal-ról küldtem az egyet, mondom, én is OTP-t szoktam használni. Figyelj, vagy ma még be tudsz dobni ajándéktagságot, de holnap is itt leszünk reggel 7-től kb. Este 8-ig egy ebédszünet kivételével, és a szándékot is már díjazom, úgyhogy köszönöm szépen. Sonic Fortnite nem bírnád kivinni amúgy, hát ez nem biztos, de hogy egyszer meglátjuk, egyszer már lebeszélt róla Émi, hogy a Sonic az annyira nem biztos, hogy feküdne, ha nem vagyok olyan nagy rajongó. Klánon belül hányan vagyunk, srácok, mert van olyan cucc, amikor majd kéne az, hogy legalább a fele online legyen. Most azon is gondolkoztam, hogy aki nem lépett be 9 napja, mondjuk a messzes az pont aktív volt eddig, de hogy aki mondjuk egy hónapot kihagy, akkor azt attól megváljunk, mert nem fogjuk tudni csinálni a rituálékat. Tehát, hogy az annyi a bajom, hogy a klánban van ez, hogy rituálé, amiket már itt láthatjátok, hogy sikeresen csináltuk a gyógyítást, a karizmát, a kitartást, stb. De hogy van olyan, aminek az a feltétele konkrétan itt van, hogy a tagok minimum 50%-a nál legyen ital. Van nálatok ital? Ezt például be tudnánk lőni, de hogy van-e mindenkinél bármi ital, ha nincs, akkor vegyetek egy potiont, vagy valamit, ilyen kis potiont. Mert ez akkor sikerül, ha legalább a fele embernek van, de ez mondjuk egy kicsit ilyen szempontból meg lutri, mert most nem tudom, hogy oké, mondjuk itt vagyunk most online 4-en, lehet, hogy mi 4-en veszünk, de hogy a többieknél van-e potion, fingom nincs. Van nálatok inni? Gyors lopok valami gyógyszert, mert mindjárt felrobban a fejem, rendben van. Én most már működik a tagságajándékozás telóról, nekem is onnan küldte Norbi. Vagyok, sziasztok. Jaj, de jó, hát akkor most, igen, már be a legtöbbön működik, bár nálam például, de működik nálam is, de jó. Tényleg most már fölajánlja a workshopon is. Ezt nem is tudtam. Mármint, hogy múltkor nekem még nem mutattam, mármint tudjuk azt, hogy hetek kb. Elvileg működnie kell. Szia S! Nálam van. Figyelj, bekockáztatjuk. Mindenki, aki még nem tette és játszik most, az menjen fel, kérlek. Írtam amúgy körüzenetet, nem tudom hányan olvastátok, hogy legalább egy, szia szárnyas lány, legalább egy italt vegyetek, srácok, jó? Tehát itt bármit, ez legkisebb ital is számít, és belövünk egy olyan klán rituálét, kicsit átbeszéljük a dolgokat, megnézzük, van fegyverem eladó 47-es szintű, aki akörül van, nem tudom, mindjárt megnézzük. Igen, nem lopott fegyver, van sisakom 24-es szintű, ami eladásra megy, 24-es szintű vért és 36-os vért, aztán ékszer 38-as, kesztyű 38-as, cipő 21-es, az kisebbeknek is jó, meg 47-es pajzson van eladó. Én nem tudok ilyen gyorsan fejlődni. Hát leggyorsabban egyébként volt event, ahol dupla XP-t adott, és konkrétan én mostanában csak a barlangozást szoktam nyomogatni, letelik a 7 perc, és akkor majd megmutatom. Én ma voltam fenn, még egy kicsit később felnézek. És most nem tudsz belépni, hogy meglegyen az 50% ital. Van italod? Igen. Szia Anna! Úgyhogy most meg egy kicsit a Byte Fight-tal foglalkozunk, de szerintem bőven 21 fele már tolni fogjuk az Overwatch-ot, akár éjfélig, attól függ hányan lesztek. Gömböt én még nem csináltam, de live-ot vártam vele, amíg megcsináljuk az első gömböt, hogy ez hogy is működik. Tehát alapvetően azt írja, hogy ugye kell maximum 100 szilánk. Dobjunk be 100-at, tessék, meg vagyunk. És akkor válasz ki a felszerelés, hogy mire legyen, mondjuk legyen a fegyverre hatással, és menjünk, ja, 1 millió pénz kell hozzá. Hát akkor ezt mégse!
Van nullám. Mégsem mutatjuk be live-ba. Szia, Luther! Luthert üdvözöljük, ő a Hó hét golyó. Azért mondom, hogy Luthert üdvözöljük, várja, mennyire kéne levinni, nagyon picikre, de ennyi, meg nem éri meg annyira. Mit tudsz a gömbökről? Csináltál már ilyet, Luther? Mert Luther csatlakozott hozzánk, ő nem volt még néző, ha jól tudom, a csatornán, viszont jelentkezett a klánba, aminek én tökre örülök, majd lesznek klán átnevezések, vagy hát ilyen izék, meg minden. Be tudsz lépni, Luther, ott is van, benn van a Luther. Ő egy 45-ös vámpír jelenleg, és így áll, és nagyon-nagyon örülünk, hogy csatlakoztál hozzánk. Igazából mi egy régi baráti csapat vagyunk, akik ugye, hát alapvetően én streamer vagyok, és ők a nézők, és baráti csapatból lett. Van inni nekem is. Jó, az innivalós rituálét ezt valószínű, hogy bepróbáljuk, az vagy összejön, vagy nem. Sokat nem bukunk rajta. De hogy akkor ezek szerint majd még vennem kell. Ide nagyon szépen gyűlik a klán összeg, erről is akartam egy kicsit mondani. Nincsen megszabva, hogy mennyit, de hogy valamennyit mindig dobjatok be. Mindjárt megnézem, Emi. Tehát hogy így állunk, hogy jelenleg én dobtam be 1.200.000-et, megelőztem Zsoltot, pedig eddig ő vezetett, aztán Meszes, Emi, Ash, Kiki, John, Isti, Pati 110-zel és Krisz 1-gel, és akkor a másik Krisz, Luther és Baxi még nem tettek be. Baxit értesítsétek, majd kicsit pörgesse fel a Byte-fight-ot is. Meg hogy itt van-e? Igen, 1. Alatt 1 is valami, és akkor a klán rituál, hogy mit is használ az, majd ott a lehűlt minden, akkor a többit is újra fogjuk használni. Azt mondja, hogy az ősi holdistennő ereje, amely épp oly konstruktív, mint destruktív, hallod ilyen szavakat nekem, destruktív és olyan erős, mint az apály és a dagály, véletlen a tulajdonságot 5-25%-ig, az egy 25%-os kemény lenne. Szia John, szép estét kívánok, és 80% az esély, hogy meg lesz, annyi a feltétel. Kira, ezek szerint megjavult az OTP. Köszönjük szépen, aki nem érti, az lemaradt a live elejéről, de ott volt szó. Krisztián Sipos kapta az ajándékot, köszönjük szépen, és így gyerekek, már szerintem csak 3 vagy 4 ajándék, vagy 3-4 ember tag lesz, és már is tolhatjuk azt, hogy megmaradt fixen egy emoji, de most lesz átalakításban az egész emoji pak, és ugye március-áprilisra készülök egy nagyobb meglepetése, az még titok, hogy mi, de hogy Patival mi konzultálunk, és Pati figyelj ide, holnapra, ma éjjel live után elküldem, hogy miket szeretnék, és hogy mi marad, mi nem. Na, végre nem javult meg, Revolut támogatta ezt az ajándékot. Revolut, értem. A Revolut szivar végig. Tehát, hogy elvileg, akkor nézzük meg, idézés, bekezdjük, ez 10 perces, akkor eldől sikerült, vagy nem. Aztán addig mindjárt itt el is kezdhetjük a dolgokat. Alapjáraton, amit én hibáztam, de a saját hibáimból tanulhatunk a játékon belül, hogy a városon belül van egy fogadó rész, és a fogadónál voltak küldik. Na most, amikor azt írta, hogy nem tudom mennyi százalékos esély, hogy dupla pénz, akkor én itt megcsináltam, hogy itt 1 millió valamennyi volt, és nem nyomtam le. Tehát amikor azt írja, hogy ölj démonokat 1 millió, add le aznap, mert visszacsökkent a felére. Tehát ezt így benéztem. Viszont szerezhető pokolkristály, nem tudom, kitalált már olyan feladatot, én szereztem itt egyet, csak most nem veszem át, mert akkor el is használnám, de hogy lehet olyat pörgetni, ami ad pokolkristályt, ez tök jó. Így alapvetően, ugye, hogyha nagyon nem jók a küldik, akkor pedig ilyen kék cuccér le tudod cserélni itt az új küldetéseket. Na ez például egy hasznos dolog. Amit tapasztaltam, én egyelőre teljesen offoltam a vérfarkasok elleni küzdelmet, mert majdnem mindig ugyanazt a két embert adta be. Én alapvetően mostanában itt lesz majd, de csak a barlangot toltam, abból is a nehéz szintet főleg. Jézus nem kapcsolható tárgyaláson van, micsoda? Jaj, ez fájt. Ezeket ugye feltoltuk eléggen magasig. Adtam 1000 pízt a klánnak, ne legyünk csórók, köszönöm szépen. Adottságokat is érdemes vásárolni, én ezeket is növeltem, mint láthatjátok, minden megtanult adottság, így már ennyi megvan, amit megtanultam. Azért ez itt a 12 alapsebzés az ellenfelem, meg ezek a bónuszok jól jönnek. Nézd, oda szárnyas lány is bedobott egy ajándékot, hát karácsony van. Ezekről el is felejtkeztem. Köszönjük szépen, szárnyas lány! Máté! Unokaöcsém! Unokaöcsém! De fog örülni neki, majd megírom neki priváton, hogy ő kapta.
Akkor aztán már csak kettő új tagság, és megmaradt fixen egy emojink mennyisége. Ez annyira hülyeség amúgy, ezt az egyet kicserélném a YouTube-on, hogy miért veszi el, tehát hogy érted, lecsökken mondjuk, lejár 15 ajándék, és akkor utána mínusz két emoji kiesik. De ez akkor a mém, egyszer már megvan, maradjon ott, tehát ez lenne a logikus. Ezt beszéltük egyszer Baxival is, hogy mennyire szar már ez a rendszer. Nem azért dolgozunk az emojikkal, ugye Pati? Na látod. De amúgy gondolkoztam, hogy ugye most már nyílt titok, hogy hollóhátba kerültem, hogy valami aranyos hollóhátas emojit holnapi Harry Potter Life-hoz, nagyon nagy kérés, hogy meg tudnál-e esetleg rajzolni, Pati, valami kreatív, ilyen hollós címeres valamit. Bár én néztem, ez most nem szponzoráció, de nagyon gondolkozok, és azért csak köt a szívem a Pamut laborhoz, tehát hogy nem szponzorok már, de nagyon szerettem velük együttműködni, és ha ide beírtam, hogy Harry Potter, akkor volt egy, amit én gondolkoztam, hogy megrendelek egyébként magamnak majd pulóverbe, és azt a mintát, hogyha lehetne, ez szerintem cuki, vagy nem tudom ti, hogy álltok vele, nekem ez tetszett. Tehát, hogy ez az aranyos, hogy ott látszik, hogy a Ravenclaw, itt a holló, és mondjuk mit tudom én, ez egy ilyen kék verzió, nekem ezt el tudnám így képzelni, és akkor hosszú ujjú pulcsiba néztem, csak azt néztem, hogy a Valentin nap miatt nem ért volna ide holnapra, mert az lett volna amúgy a tervem, hogy holnapra legyen, de lehet, hogy berendelem majd holnap, vagy jövő hétre, úgyis aktívan tervezek Hogwartsot. Anna bedobott egy tagságot, úristen, Anna, nagyon szépen köszönjük. Mi történt, Pati? Ne, felírom a homlokomra. Tehát, hogy valami ilyesmi, hogy ezt a holnapi live-ra, Harry Potterra tudjuk használni, tagok tudnál valami hasonló madaras dolgot csinálni, ami hollós? Valami ilyen nagyon cukit? Hát majd én kicserélem, azzal ne foglalkozz. Nézd oda, kire bedobott még egyet! Ne! Hát én a szegény Pati nem adtuk vissza rá a hangot. Járvics István kapta és Emily esze, szóval gyerekek, szuperek vagytok, bocsi. A Pati meg itt beszél már 10 perce. Hát öcsém. Oké, akkor köszönök. Sziasztok, emberek! Igen, akkor Pati, ismételd el, amit eddig mondtál. Mit mondtam? Ja, akkor elég fura lehetett, hogy magammal beszélgettem. Engedd el. Vittávú memória. De figyelj, legalább megérkezett a Pati, és még egyszer, úristen, köszönöm szépen az ajándékokat. Mindjárt meg is nézem, hogy mit ír a YouTube-ből, egy fél pillanat. Addig elveszem a kijelzőt tőletek. Már nem azt, hogy a képernyőtök, most elvettem a monitort, meg a telefonotokat. Elveszem tőletek a kijelzőt. Meg a tévét, hanem hogy gyorsan megnézem nektek, hogy mit ír, hogy akkor meglette az annyi amennyi. De nagyon szuperek vagytok, mert így biztos, hogy nem esik ki egyből három emojink. Tagság, alapértelmezett személyre szabás, hangulat, jelek. Na, igen, hát a következő tagság megtartásáig másolom, ezt nem én találom ki. Most mindenki lesokkol, ennyi kell, ott van. Ott van a cseten, ott van. Ezt bemásoltam. Annyi kell, hogy ne essen ki az ajándék. De ha kiesik, majd kicserélem másikra. Na, tehát itt is vagyunk. Csak 23? Ez semmi, figyelj, laza. Annyi egy napi fizum. Majdnem. Na, én azt hittem, hogy csak a cseten mondod. Nem, hát a Pati alig írt a csetre, Dave elvisz mindent, Pati... mi? Elvesz mindent, de Pati adtál nekünk. Ezt nem értem. Hogy elvetted a kijelzőt meg mindent, és engem adtad, hogy adtál. Ja igen, a Patit lehetett hallani. Szia, és neked nem tudom, köszöntem el. Na, tehát akkor kicsit térjünk vissza a Bite Fight-ra. Megnézzük, hány perc múlva lesz kész. Életem első tagsága. Te még nem kaptál tagságot, Hanna? Azt a mindenit! Hát akkor használd egészséggel, nézd meg az emojikat, lesz újítva is, amúgy is, most a karácsonyiak futnak, rohannak, és használd őket egészséggel, és akkor nagyon örülök, hogy olyan is kapott, aki még soha nem volt tag, azért ez mekkora öröm lehet. Én tudom, mondjuk én sehol nem kapok, nem is sok helyen lehetnék,
Nem sok olyan izé videós van, akinél én nézem, és tag is van. Ott van például kettő. Hannát folyton elkerülte, de ez olyan, mint hogy Baxinál Kenta nem szokott kapni, és nem tudom, hogy miért. Igen, Rituálé hogy áll? 2 percet kell várnunk. Nem tudom, hogy ijesztő-e, vagy motiváló. Ja, az, hogy a homlokára írja, hogy emoji. Hát ez egy jó kérdés, látod, Emi. Emi, még nem reagáltam a kommentedre, de nagyon köszönöm, amit írtál Genshin alá. Azt írtad, hogy nagyon szeretnek a kardok. Szóban lereagálom, aztán majd be is kommentelem, hogy annyira szeretnek a kardok, mint a Let's Go végigjátszásba a pidzsik. Folyamatosan jönnek. Ja. Yeah. Amúgy én is megcsináltam 25 perc alatt az egész feladatot. Mondtam, hogy nagyon egyszerű ahhoz képest, hogy skint kapsz érte teljes ruhát, de egyik se. Ne is mondd azt, amikor 99 PG után se jött shiny, azt nem felejtem el azt a live-ot, azt nem felejtem el. Az a legjobb, az volt a legjobb live, adod? Úgyhogy ez mindjárt kiderül, hogy tudás. Mi lesz. Aztán örülök, hogy itt vagytok 15-en, pedig a Byfight annyira nem olyan, de tudom, az Overwatch-ot várjátok, de azért a like-ot fejeljük meg. Clefairy a kedvencem, az egy troll, az egy mocsok a Clefairy, hogy 6 szó kijön és nem lehet elkapni. Hogy mondottál? Aztán addig, aki még nem tette, az update-elje az Overwatch-t, mert ezzel fogunk játszani, tehát hogy ez csak a felvezető. Szárnyas hadseregem, szárnyas lány, annyira emlegettünk téged, hogyha megnézed. Addig piacozzunk tényleg, azt mondja az Emi. Piac! Dévadjál már cuccot! Ne pofázz! Hol a cucc? Mindjárt megnézem, hogy mi az, ami olyan szinten van, hogy kellhet neked. Hanyas vagy? Meg akkor es meg a többiek is, majd reagáljatok, hogy kell-e valami. Tehát, hogy Emi 32-es, akkor mindjárt nézem, hogy mi az, amit tudok neked adni. Kicsi vagyok én, kicsi az is, már semmi. Igen. 32-es, a 47-es sajnos nagy. 24-es sisaknál van jobbad, vagy nincs? Nope, Dave, nincs money, hát szomorú. Vagy 24-es vértem. 36-os, mit mondtam, hanyas az, ami írja már be, aki bytefightozik ki, hanyas, megkönnyítenétek a dolgom. 38-as izén van. Pati 8-as, annak nem tudok semmit adni. Tehát, hogy van olyan, amit most el is tudunk, vagy pedig csak elcsesztem, hogy mára tettem a bytefightot, mert azt hittem, hogy jobban állunk. Én a live előtt léptem 3 szintet. Tudom, az jó volt, látod, és naponta ennyi időt rászentelsz. Amikor felezve volt a pénz a tulajdonsági pontok növelésén, annyit erősítettem, hogy 160k egy pont fejlesztése. Átérzem. 20-as gyűrűn van például, és akkor a helyett adjam a 38-as gyűrű, vagy, de hanyas vagy, azt írd be, kérlek, mi vagy, gyere hangba. Figyelj Zsolt, erre én se tudok mit mondani, nézd meg, hogy feltoltam. 183, 194, 209 ezer, 120, 82. Én is ezt nyomtam. Nekem még ilyen 1200. Nekem még ön 1200. Hát mert volt event a héten, írtam is, hogy toljátok meg. 32-es. Nem baj, semmi baj, nem dőlt össze a világ. Tehát, hogy van-e olyan, ami 32-es vagy kisebb? Hát, hanyas a sisakod meg a vérted, Emi? Mert az van 2 24-es, este hanyas vagy, ja nincs pénzed. És van egy 21-es cipő. De hogy a gyűrű 38-adig, majd fejlődj fel 38-ig. Sisakom 12-es, akkor a sisakot vidd el. Még hozzá azt mondja, hogy bedobom. Van 15 ezred, hogy ilyen köztes legyen. És akkor gyorsan vedd meg. Hát ez, ha gyorsan farmolsz pénzt, akkor oda tudnám adni a ruhát. Ha tudsz farmolni 7000-et. Es, nyomjál barlangot! Összeszedsz 7000-et, akkor odaadom a ruhát. Jó, akkor ezt vigye Emi, gyorsan, bedobtam. Es, gyorsan farmolt ki ezt a 7000-et. Nagyon gyorsan, mindjárt megmutatom, milyen gyorsan megvan. Mert a 7000 az konkrétan ennyi. Bemész a barlangba. Figyeld, 22-ről indulunk. Már 31, meg is van. Tehát ez kb. Ennyi, hogyha már nagyobb szintű vagy. Tehát azért mondom, hogy gyorsan farmoljál. Ezreket adok. Mond? Ezreket ad csak.
Nekem van 20-as fegyver és 20-as pajzs eladó. Na, hogyha van esetleg, aki 20 körül van és kisebb a cucca, akkor a hógolyó ő tudna adni. Igen, igen, ezt így próbáljuk klánon belül, hogy eladogatni egymásnak tök olcsón. Mi az, hogy mi ez a gatya? Lemaradtam. Látom, akkor megvette, Emi. Helyes. Na, megnézzük, hogy sikerült-e a klánba a cucc, mert azt meg se néztem. Klán. Rituálé. Mi volt a neve a rituálénknak? Nem tudom én. A hold rituálé volt, vagy nem? Nem. Hát nem tudom, nem láttam. Karizma volt. Szia István! Használd egészséggel a tagságot, hogy vagy, mi újság? Most kaptad az előbb. Melyik volt, amit használtunk? Már én se tudom. Várjál. Az volt a feltétele, hogy legyen nálunk itóka. Aha. A hold rituálé volt, akkor sikerült, gyerekek. Hold rituálé, nézzük meg. Igen, 20%-os védelmet kaptunk, a védelmünket felnövít. Nagyon jó, akkor GG, mehet egy GG a csetre. Sikerrel jártunk, és akkor volt annyi százalékos ital. Ennek örülök, hogy volt az 50%-nál. Jó, ez hasznos amúgy. Jó, akkor esnek gyorsan bedobjuk a cuccot. Mit mondtam az esnek? Mit adok el? Piac... Amúgy legközelebbi Byte Fighter, hogyha lesz ilyen rövid live, akkor be kéne tenni olyan ijesztő zenét közben. A 24-es páncélt mondtam, ugye Es? Es, erősíts meg, de amúgy hangba is lehetnél, Es, haló, mi van veled? Igen, aki veszélyt tud hangba lenni, gyertek. Egyedül félek. Ennyi. Mit írt az Es? Énekeljek, biztos, hogy nem. Es hanyas volt, mert szétestem, gyerekek este van, pedig aludtam egész nap, nem, mert fél napot aludtam. És... Hello, ki vagy? Megnézem. Talált ki. Emi. Ja, Emi. Na, akkor S 24-es, ugye páncélt beszéltük, mert már nem emlékszek. S, vedd meg. Azt mondta, van 33, a gyorsan csap le rá. Ez amúgy egy nagyon jó cucc. Mármint, hogy én szerettem. Jó cucc, látom. Dobd be magad. Aztán már várom nagyon az OV-t, de az Overwatch-on kívül amúgy a Hogwarts-ot várom a legjobban. Tehát, jó, a Fortnite-ot is, de most jelenleg úgy érzem, hogy kit érdekel a Fortnite. Jó, a Geraltot meg akarom szerezni. Tehát ez most annyira rossz, mert mindent is akarok. Ez a legrosszabb érzés. És amúgy ezt is érdemes, hogyha már vagytok 25-ösök, a véritalát inni, mert bónusz adottságot, tehát hetet alapsebzést, és 1000-be kerülsz, tehát szerintem tök hasznos. Be tudsz inni egy ilyet. Én varázsló vagy. Én vagyok maga a misztérium. Nem a minisztérium, misztérium. És akkor igazából én ennyit szoktam bytefightozni, miközben pölött dolgozok, vagy nem érek rá, hogy ezeket így nyomogatom, kapom a 12 XP-ket, kapom a pénzt, így kifarmolgatod, ez csak ilyen gyors tanács, hogyha tényleg valakinek csak 5-8 perce van per nap, akkor ezeket így elnyomogatod, nyilván a kisebbek még a könnyű és a nehéz szintet nyomják, elnyomod, amíg lemegy az élet, a templomba visszaéleszted, de most nem élesszük vissza magunkat, megnézem ilyenkor, hogy tudok-e itt fejleszteni, jé, tudok, és akkor tudok, ez a legjobb, nagyon jó, 7000-en maradt, és az, hogy ne vigyék el a farkaskák, a maradékot mindig beszoktam ide dobni, így 7, 5, 18, tökéletes, és elküldöm dolgozni, mert hát aki nem dolgozik, nem is menyét, 4 óra, úgy éjfélre kész lesz, addigra én is kész leszek, és majd akkor folytatjuk. Tehát így kb. Ennyi, mindenkinek további sok sikert kívánok, és a legközelebbi ilyen bejelentkezős Byrefight Live-ra megpróbálok összeszedni, akkor 1 millió valamennyit. Mennyi? 1 millió 65 ezret. De ez megéri, az a gömb? Nem tudom, hogy mennyire éri meg, mert most sokallom az árát. De elméletileg a gömb az valami extra cuccot ad a tárgyakhoz, de hogy mennyire éri meg, nem tudom, hogy hógolyót te csináltál már ilyet? Esélytem van, egy hógolyót fogok kérdezni, de hogy muszáj.
Tehát, hogy szoktunk-e. Van itt két farkasunk, a Bea meg a Norbi, ők farkasok. Úgy tettétek. Szegény... És ez, ennek megmarad a hatása? Szerintem lejár, mert itt van egy aktív gömb. Ezen a szinten nem éri meg. Most már jó, Pati. Így már nem félsz. Ez ki volt? Na? Ne! Nem félsz akkor? Többen vannak. Nem, ez Voldemort. A nagy úr! Jaj, ez... A reklamtól jobban meg... Tehát nagyobb szinten na, érünk meg. Igazából én csináltam ilyen gömböt, aha, de nem tudom, hogy mennyi, ilyen tizenvalamennyiket ad hozzá. Ja, olyannyira nem sokat. Akkor még gyűjtsük a szilánkokat. Nem rossz, de most érted, most hogyha 20-est választod, csak a 20 szilánkot, igen. és rányomsz, akkor ugye az 50% esély, nekem ilyen harmadikra adta meg általában. Hát az nem sok. 50 szilánként kaptam 44 erős gömböt, írja Bea. Az meg egy jó arány akkor. Tudtátok, hogy két Ja. nagy úr van, Voldemort és a szükség, mert a szükség nagy úr. Jaj, Baxi. Jaj. Baxi, tessék bájfajtozni. Láttam, hogy még inaktív vagy. Bájfajtozza. Tessék nyomni egy picit, de igazából napi fél órát rászánsz, megvan. Most sikerült a kicsit. És akkor megyünk mindjárt óverezni, úgyhogy megvolt a felvezető. Most hol voltál eddig, Baxi? Már lemaradtál cirka, nem is tudom, hogy hány órája megy. 41 perc. Hány órája? Ma is játszottál, de sajnos bazi unalmas. Hát igen, ez a része tényleg nagyon unalmas. Hát azért szoktam mondani, hogy amíg majd lehet utána harcolgatni, meg minden, az úgy tök jó, de én is unaloműzőnek használom főleg. Hát izgalmasabb az OV, úgyhogy megyünk overezni. Úgyhogy hát ezt meg úgy várom, gyerekek, mondjuk azt meg kéne nézni, hogy tényleg működik-e, vagy nem. Mert oké, hogy letelepítetted, de én megnézem, hogy működik-e, jó? Aztán utána megyünk játszani. Mert ha nem, akkor itt kapok agyvérzést. Akkor hónapra nem lesz live. Figyeld. Amúgy van benne copyright zene, amit le lehet kapcsolni? Mert akkor azt mondjuk a beállításokat nem lenne utolsó dolog. Jó kérdés. Sokan még nem tudják, miért kb. 5 perc jelent meg. Tudom. Ahhoz képest csúsztak, mert 7 óra helyett 7 óra 13-kor kezdte el a töltést automatikusan. Nem, mindig a Magyarországnál, itt Európában mindig csúszik. Hát nem tudom, a Deluxe nem késett, szóval. Én azért Nem, csak lepődtem az meg. alapkiadás. Csak az alapkiadás. Meg azt is hallottam, hogy Hát veled most mi van figyelj. es. Szétestem, este van már, ne! Társasjátékot pakoltam össze. Ja, értem. Hát amúgy ez a Valence Games ez olyan gyenge, Ezt nem vagy nem tudom, mondtátok, hogy hogy... egy ilyen hosszú töltésképernyő van. Hát, de elkezdi De, a mert már gép kötelező játékot nekötes ott is. Értem. Ez a zene, ami szól, ez vajon, ez engedélyezett, vagy nem? Majd Ki kiderül. tudja? Mert például a pokés játékoknál főcímér lecsesz, tehát hogy amíg a Let's Go Eevee-ben van a betöltő rész, azért rányomja a copyrightot egyből. Játékhoz írták elvileg, akkor nincsen benne Baxi olyan funkció, hogy kapcsol... Mondjuk szegény Baxinak nincs meg még a játék, jót kérdezek én is. De hogy van-e olyan funkció, mint a legtöbben szokott lenni, hogy a streamerek kikapcsolták. Szia Julian, na most éppen... Most hamis clickbait van, mert se nem bite fight, se nem Overwatch. Igen. Most csak kíváncsi vagyok, hogy elindul-e meg minden, mert azért ezt várom a leges legjobban. Nagyon. Úgyhogy holnap úgy de várom. Hát figyelj, simán lehet, hogy itt is valami bunkó beklémeli hamisan. Figyelj, nem kizárt. Nézd majd meg az Tomi, opciókat Baxi, mindjárt első megnézem körben. neked. Oké. Én amúgy leteszteltem, hogy tudom streamelni, és nálam például nagyon blőrös volt, és át kellett állítanom az egész OBS-t. Az mit jelent, hogy nagyon rossz volt? A blur, ugyebár nem homályos. tudom, vannak ilyen homályos, meg ilyen Aha. elsimuló, tudod, olyan, hogy mit tudom én, jobbra-balra mozgatod az egeret, amerre Na azt mondjuk nézelődik a megköszönném, hogy akár karakterek. most, hogyha bele is nézünk, a beállítás, azt csináljunk már, hogy ne holnap menjen el velem az idő élesbe.
Szerintem, amíg okay. Ezt megcsináljátok, én addig már emojit megcsinálom. Jó, azért mondom, hogy most ez ilyen közös, fél, éjfélig én ráérek ez a homályos, köszi baxi. Jó, hogy azt jelenti igen. Amúgy. Én nagyon kíváncsi leszek, mert néztem streamerektől részleteket, nem akartam nagy spoilert, de azért néztem olyat, hogy a Choice-i elkapta az unicorn is, meg minden, tehát lesz ilyen szerez meg hát mind stílusú dolog benne. Én direkt nem néztem semmit, csak az első pár percet. Én nagyon jó, picit, de elkerülhetetlen nekem TikTokon jött szembe, hogy a csaj már fogja be a táskával az unicorn is. Hát nehezen tudod elkerülni, mikor 600 ember streameli. Az meg a másik. Igen, de ez olyan, hogy amióta megjelent a Hogwarts, azóta én nem nagyon járok ilyen közösségi dolgokra, hogy ne találkozzak velük. Mondjuk ez egy jó ötlet, tehát azért mondom, hogy nekem is, hogy izé a Choice-i a reakciója, utána a srác hogy reagál, nem tudom mi mondom, jó, lépjünk ki a TikTokból, tehát hogy azért minden... 20 ismerősemből 15-en elve játszalak. Az szép. Na, figyeljetek, ez egy jó kis háttérzene. Nekem is a streamerek közül, akiket nézek, nem tudom, 12-ből 9 ezzel játszik, és a maradék 3 az mellette játszik még mással. Uh-huh. A beállításokat nem is rossz ötlet, hogy most belőjük. Addig, aki még nem tette, az frissítse le az OV-t, mert ott is új Battle Pass van, meg minden. Vedd le minimumra, meg a konzolosok azt mondják, hogy a kamera accession-t le kell húzni nullára, kamera szenzitívet maximumra, nem tudom, PC-seknek is segít-e. 16. ismerősöd Baxi meg nyafog, hogy neki még nincs. Legyen orfújós éjesze, már nem lesz. Jó van, végez a vámpír munkával, mire ez betölt. Ne! És tényleg... Baxi, vegyem meg neked? Én amúgy eskü gondolkoztam rajta, de az a baj, hogy most nem tudom ezt megengedni, hogy megvegyem, de én nekem is az első gondolatom az volt, hogy a Baxinak össze kéne dobni, amikor a tagságok helyett bedobálom az ezreket, ahelyett inkább el kéne tenni és megajándékozni a Baxit. Ezen én is gondolkoztam, Émi, amúgy. Csak hát a gondolat egy dolog, meg a szándék, meg más az, amit megengedhetek jelenleg magamnak. Én csak a Baxinak a legjobb szeretem, akkor kap valamit. Igen, az a legjobb. Igen. Amúgy tényleg nagyon jó érzés kapni, tehát én is ugye egyrészt a játékot is kaptam, innen is köszönöm, mert amúgy meg mindig dilemma volt, hogy egyáltalán akarok-e vele játszani, de azok alapján, amiket láttam, meg annyira hype, meg minden van benne, és elvitt az egész, elkezdtem nosztalgiázni, nézegettem régi Harry Potter-es cuccokat, és amúgy is megvettem volna. Kivárja a Switch-eset a Baxi fél évig? Kibírod? Ki Pokémon kártyára költ, igen, amúgy nézd Baxi, egy Pokémon kártya pak fele, és megvan. De jó, de ez ugyanolyan persze, ez más dolog. Hallod ez? Én már többször ajánlottam Baxinak, hogy vagy veszek neki kártyát, vagy játékot. Ez a betöltés. Kedves tőled egyébként. Hát ez az első betöltés, ugyebár, mert most meg is nézi a gépedet, hogy... Tudom, szia furulja, most kaptad a tagságot, használd egészséggel. Holnap délelőtt de? 7 órától forti, ezt azért mondom, mert te szoktál fortizni. Csak sose jön össze a közös meccs. Mond. De amúgy minden indításnál lesz ilyen. Igen! Csak nem ilyen hosszú. Igen. Jó. Mert már kötelező ezeket a játékokat SSD-re rakni. Sajnál igen. Úgysem fogadom el, ne ajánlgassatok ilyen drága cuccokat. Baxi, lesz még szülinapod meg karácsony? Én meg nem felejtem. Védi évnapja. Kérem, félig kész az emoji, szuper. Tehát, hogy ez be se zárt holnapig, az az, ami így hagyjuk, nem? Elmegyünk overezni, és mikor vizé van, akkor... De várjál, Fortnite, nem, be kell zárjam, nem bír el a kettő játékot, be kell zárjam. Hopp, most ugrott egyet. Láttam. Mindjárt kiírja, hiba. Igen, mindjárt kiírja, hiba. Na, váltom ezt Baxitól. SSD-re rakni, ne. Amúgy a Fortnite-ban mennyire bonyolult a Geraltot megszerezni, csináltátok már, aki Fort is? Mert láttam, hogy a hét beléptem. Elején jött be. Hát figyelj, beléptem, afkoltam a lobbyba fél órát, és kiléptem. Ennyi volt, hogy fortizásom. Na majd akkor holnap megtoljuk a Fortit, mert láttam, hogy elvileg jött be hozzá egy csomó küldetés. Nyilván, hát mert úgy szokták. 82-es szint körül tartok, szóval... Na, holnap meg kell tolni 100-ig. Na, akkor holnap majd énekelheted, hogy Jussát várja a vaják. Na, akkor... Mit beszélsz? De elkezd nekem beszélni. Szerinted értem? Hát te hülye vagy.
Na, tehát hogy akkor csináljunk egy közös beállítást, jó? Tehát hogy mi az, amiket nyomkodjunk, mi az, amit nem. Be kell hát, én itt semmit nem állítottam. Ezt így hagytad, ahogy volt? Szerintem így tökéletes. Annyit tudsz állítani, hogy bal vagy jobb kezes legyen a karaktered. Jobb. Nem, mintha befolyásolná. És akkor itt nyomjak egy selectet, tehát egy... vagy F. F-et, aha. F. Igen. Van színvak mód, igen, ezt elolvastuk. Ú, ezeket hogy utáltam, ezeket a szövegeket? Congratulation! Nem olvasod na! Végig? Na! Ácsi! Itt szeretnék üzenni a tegnapi kedvenc kommentelőmnek, várjál! Hol jaj, vagy? Az nagyon hol jó vagy te, Jány? Tegnap valaki kiosztott engem, hogy semmi köze a megcsinált videóhoz, a játékhoz. Figyelj, ezt külön címzem annak a kommentelőnek, mindjárt mondom a nevét. Lovas fan! Kedves lovas fan! A tegnapi videóra reflektálok! Dehogy nincs köze! Köszönöm. Itt az átverés. Már azt írta, hogy átverés a tegnapi videóm. Igen, amúgy tegnap ilyen furcsa volt, hogy nem tudom, hogy Dave írta, igen. Na! Még hogy nem kapcsolja össze. Hát ezt tudja, hogy a hollóhátba kerültem, more. Hát gondolat olvasom, varázs, tudom, jó, bevallom, varázsló vagyok, és meghekkeltem a gépet, hogy jó legyen, ha ezt írja ki. Tudom, én csináltam, bocsánat. Gonosz mágiával. Varázsra futatja a rendszert. Igen, rendben van, annak köszi, hogy válaszoltál rá. Na, tehát akkor ezek szerint a ház az a Ravenclaw, kapta a pálcámba van a unikornisnak a haja, levágva. Furcsa Overwatch, elmegyek és ezt fogad. Bocsi, Kira. Csak nem, igen. Muszáj volt belépnem, mert a fangörcsölésem nem tudom Overwatch levezetni, muszáj egy kicsit kiadni. És akkor így oké. Okay. A pofámra rákerül a maszk, mert ezt is megkapom. Igen. A madarat is kapok. Mondom, azért Griff madar. Onyx Hippogriff. Nagyon jó. Kapok egy csomó ember, már nem. De mindegy. Legalább mindenki tudja, hogy Dave azós a Twitter lakásba került. Igen, ez egy ilyen varázslós OV. Igen, ezt is megkaptam. F betű. Az a madár. Amúgy igen, reagálva most meglepődtünk. Mindenhol madarakat kapok. Na és akkor ez a fényerő állítás, gondolom. Aha. Mennyire kéne sötéten hagyni? Hát annyira, mint amennyire írja a képen a szöveg, nem kell tovább. Pont annyira rakjad, hogy még éppen kibetű legyen és lássad. Tehát, hogy lássam azt, hogy ott itt például nem látom, hogy a jel van benne. Hát annyira húzd fel, hogy lásd a jelet, de ne legyen nagyon éles. Aha, igen. Jó, mert őszinte leszek, én itt semmit nem láttam, tehát vagy én nekem rossz a szemem, így már látom. Hát ez monitortól is függ. Igen, így már oké. F. Dave leírtam a Geralt küldetéseket, ha érdekel, nézd meg. Köszönöm, meg fogom nézni. És akkor itt kezdték a streamerek a live-ot, de hát én most rohadtul ezt leszpoilereztem. We are pleased to inform you that you have been accepted at Hogwarts School of... az, pont azt. Lényeg az, hogy fölvöttek. Na. Én megkaptam a beutalót a pszichiáterhez. És akkor ezt már nem ma fogjuk csinálni, akkor igazából mégse tudtunk semmit beállítani, de köszönjük. Hey, lépjél már nekem kijebb. 6F4. Hát az, nem, az, ja. az igen, lesz. Azzal kell. Szomorú. Még Maxi is mondja. Na, hát ez ilyen. Jó, ez lesz holnap. Most leszpoilereztem. És akkor menjünk óvézni. Ezek után, hogy megmutattam, milyen játékkal is játszhatnánk. De mi beérjük az Overwatch-sal. Hát az Overwatch a legjobb. No. Az Overwatch az a legjobb játék. Amúgy az Overwatch-ra visszacsatlakozásképpen, ne tudjátok meg, hogy múlt héten körülbelül hatan írtak rám, hogy lesz-e Valorant. Mindnek visszaírtam, hogy nézd meg az Overwatch 2-t és próbáld ki, sokkal jobb. Nem lesz Valorant.
Hát ezzel nem. Meg tudjátok nekem nézni közben, hogy hol szokott lenni Overwatch közben a kép? Addig beállítom, hogy játékfelvétel legyen. Na, a játékkép az már megvan. Ha letöltem az Overwatch-ot, akkor mehetek Dave veled. Ha be tudsz jelölni, elvileg jöhetsz majd te is, persze. Bal lent szokott lenni, vagy fönt a kamera? Szerintem fönt szokott lenni. Fent. Lehet. És ingyenes az over is, úgyhogy lehet jönni. Bal fent szokott lenni. Bal fent? Ha csak egy boxit várunk. Bal. Első most csapat az elvileg már... Wow, pár rosszat fogtam meg. Wow, első két csapat az már elvileg megvan. Majd cserélgetünk embereket. Hát akik itt vannak. Tehát ez itt szokott kb. Lenni, viszont nem tudom teljes képernyőre rakni a játékot. Ja, de van benne fekete rész. Jó, semmi. Nem szóltam. Overwatch 2. Oké, és akkor mehetünk is. Tehát alapvetően, ugye itt van a szociális brigádom. Ugye nyilván Pati volt az első, aztán itt volt Zsolt, Amy, az Amy és a Battle Mercy-ből valaki. Valaki. Nem tudom, ki jött hamarabb? A Kira vagy az Amy és a Baxi? Amúgy cserélgetni fogunk két meccsenként embereket, srácok. Várjatok, mielőtt bárkit behívok. Ki az, aki nem ér rá mondjuk éjfélig, mert akkor azok kezdjenek. Ki az, aki nem tud mondjuk végig maradni? Van olyan, vagy tudtok maradni sokáig, mert hogy úgyis holnap csak live-ot néztek. Jó, Kira végig marad, szuper. Elvileg tudok maradni, szóval maradok. Oké. Én is maradok. Akkor mindenki tud végig lenni, majdnem. Nagyon jó. Jó, hát akkor tökéletes. Akkor első teambe azt mondom, hogy Baxi vagy hangba? Vagyok. Akkor gyere, Baxi, mert rajtad érzem a fáradtságot, és akkor Amy és Battle Mercy pedig két kör múlva cserél másik két emberrel. Na. Tényleg fáradt vagyok. Azért mondom, hogy meghallottam a hangod, és hallatszik egy picit. Na, alapvetően megnézzük, milyen napi challenge-ek vannak. Vinelni kell easy. 3 Orrolls, 3 Arcade. Erről ugye nem szeretem én az Arcade-ot, de ma letoljuk. Hát az új módban könnyű. Oké, addig kávézok egyet, rendben, egészségedre én is azt iszogattam. Akkor kezdjük a 3 ollal, disznó ollal. A Battle Pass-t azt megvetted végül is? Meg, nem? De írtam neked, hogy igazából volt nekem coinom, és írtam is, hogy 1700 forintot nem sajnáltam rá, annyié kellett vegyek 500-é. És most jó volt a forint ár arányba. Ma írtam be amúgy, hogy nem tudom, azt láttad, de hogy végül is lehet majd venni skineket a kreditből, ami a Battle Pass-ban van. Akkor meg főleg megéri. Addig nem mutatja, amíg nincs meg annyi kredited, amennyi elég a skin. De hogyha összegyűlik annyi, akkor utána ha rámész a skinre, akkor megmondhatod, hogy Overwatch Coin-ban vagy Overwatch Coin-ban. Ez mondjuk egy jó hír, tehát így már jobban megéri. De azért mondom, hogy 2000 alatt én nálam az egy olyan, hogy szeretem megvenni, ha olyan. Ugye aki nem veszi meg a Battle Pass, az is 1500 kreditet össze tud szedni az ingyenes Battle Pass-ból. Aki megveszi, az 2000 kreditet összeszedünk. Legendás skin 1500-ba került, fontos, tehát egy legendás skin meg lehet szedni. Aha, egyszer, jó. Köszönjük, aktívan Baxi, ingyen. Na, szívesen. Szuper. Na és látod, csak elkezdjük ezt is. De na. Mondom, úgy érzem magam, ez de várom a Hogwarts Legacy gyerekek, Én is. Nem fogom nézni holnap, mert nem leszek itt szerintem, de... Sokan nem jó, tudják, más is írta, hogy szülinapi bulira megy, nem lesz, meg minden, mondom, hát majd live-olok annak a 8 embernek, aki ráér. Hát én mozikban leszek. Én azért sem nézem szerintem vissza, hogy ne spoilerezzem, mert előbb minden, fogok persze. Majd játszani vele, majd. Hú, de nyáron, nehezen talál azt... meccset, erre nem kalkuláltunk. Nem azért nem nézi, mert nem akarok spoilert, hogy ne fájjon a szíve. Az is biztos. Ne irigykedjek. Na, de aki tud, azt majd várom holnap. Amúgy mondtad, én mi moziban lesz, azért csak be tudsz nézni, figyelj, valószínű, hogy egy órától este 9-ig tart a live. Moziból nézed a live-ot. Nagyon durva lesz amúgy, ha belegondolok, hogy tényleg egy 8-9 órát ráérek holnap erre. És akkor lesz Jana is, hogy fordítson neked? Nem. Annál majd meg tudod, majd varázsolok.
Jó, értem. El van elzolok mindenkit majd. Hát, meg amúgy Zsolt mondta, hogy nagyon nem értek valamit tud súgni. Beírja gyorsan a szövegfelolvasóba. Az, gyorsan a fordítóba. Jaj, telefonnal elolvastatja. Igen, Baxi, te is fogod játszani a játékot. Hát beszélte, ugye mondta Baxi, hogy lehet, hogy tervez majd egy csatornát, ahol belefér az ilyen is, hogy nem csak switches játékok, de hát az még jövő zenéje. De hogy elvileg fog, én szerintem holnap mindkét játékra tudok jönni. Rendben van, Anna, várlak téged. Jó lesz mindkettő, amúgy a Geraltot is meg akarom szerezni, tehát hogy vártam már. Én jól vagyok, aludtam kb. 2 óra 40-ig. Mert ugye reggel értem haza. Hát így nem sok meccset fogunk játszani, úgyhogy igyátok azt a kávét. Igyátok az éviteket. Valamúgy úgy vagyok vele, hogy ha nyár előtt nem tudom valahogy máshogy megszerezni a PC-re, akkor megveszem a Switch-eset, és azt szerintem a Nintendo-okon fogom streamelni, mm-hmm. hogy látszódjon, hogy mi a különbség a Switch verzióban a többihez képest. Ha nyárhanál hamarabb meg van tudom meccs. Szerezni valahogy a PC-set, akkor meg lehet, hogy fogom streamelni egy új csatornán, ami még nincs monetizálva, és az a mindenféle játékot fogok játszani, nem csak Nintendo. És én mondtam is, hogy támogatom ebbe a Baxit, úgyhogy csapjunk bele. Igen. Hozok egy Orisát, mert múltkor Baxival és Emivel játszottunk live-on kívül, és tök jó ment, csak a végén akartam, már este van, ugye? Csak a végén akartam kurva anyázni egy nagyot, tehát hogy végig vezettünk, és 99%-on elbuktuk mind a kettőt. Nem picit voltam dühös, csak úgy földhöz csaptam volna valamit. Melyik, még a patch előtt játszottál vele, vagy most? Nem, már az újjal. Tehát, hogy valamelyik live után, nem is tudom mi után. Mi a Go szimulátor után játszottunk egy 2-3 kört. Hát, és engem miért nem hívtak? Mert nem voltál fönn online, őket is azért hívtam be, mert fenn voltak. Ja, egy jára volt, aztán... Úristen, Dave. Én szóltál volna a Baxi, akkor jöttem volna én is. Nem igen, is mondtam a boldogságomat, felvetek a munkahelyre, ahol menni akartam. Hát Kira, gratulálok, akkor élvezd ki a munkád, és a legjobb dolog, hogyha azt csináltad, amit szeretsz, úgyhogy Kira, én sok sikert kívánok neked, és mikor kezdesz, meg ilyenek. Én emberrabló is vagyok, igen. Amúgy képzeljétek el, hogy Jana beírta azt, hogy eladó, vagy valami, vagy vásárlás Google-be, és az első az volt, hogy... Vagy nem, azt írtam, azt hogy mennyibe kerül, az első az volt, hogy mennyibe kerül egy láma, a második, hogy egy vese. És akkor hogy az emberek ezekre keresnek rá alapvetően. Elkaptak. Pedig besúnyultam volna. És akkor mondtam, hogy a láma vese az vajon mennyibe kerül, engem az érdekel. És a vese pörkölt? Lámából? Lámavese, mit? Ja, igen. Február 20-án kezdesz. Na, az egy tök jó időpont, addigra már lecseng a Valentin nap, jön a szüli napja, és mondjuk az téged nem érint, de engem igen. És... Szerintem sokunkat nem érdekel a Valentin nap. Hát, mi is nem. Amúgy is ajándékozunk, de azért aznap is már legalább pihenünk egy napot. Aznap nem... Előre spoiler, nem lesz Valentin napon live-ot, sajnos magatokra lesztek hagyva. No. Szóval a sőségnék fogjátok csokikat csinálni. Szóval egy kis üzenet Baxinak, nyugodtan tolj egy live-ot Valentin napon. Átküldöm a nézőket. Ked. Milyen napon? Ked. Akkor majd azért mondom, hogy ott nem lesz live-om, ott nyugodtan izét toljál valami. De nincs senki tutújgatni olyankor, szóval én ráérek. Jó, rendben. Köszönöm a hírt. Azért szóltam előre neked, Baxi, hogy nyugodtan készülj úgy. Amúgy is szeretek Baxival összeegyeztetni, mert tényleg ebbe azt mondom, hogy te vagy az egyik legkorrektebb így a videózás terén, akikben tényleg figyelünk egymásra. Senki kérdezte meg Baxit, hogy jön el OVP. Hát én pedig szóltam neki, vagy hát időben. Baxi lehet, hogy egyik nap nagyon fáradt voltam, mert én mondtam is, csomó mindent beszéltünk. De lehet, hogy már akkor este volt. Vagy elfelejtetted, hogy most OV lesz? Én nem felejtettem, azért, ha kapcsoltam be a live-ot az elején. Ja, jó, azért mondom, hogy ez direkt... Nem szoktam, már nektek előre jeleztem, mert azért a barátaimnak szoktam előre jelezni, hogy sajnos mikor kiderült, és Zsolt is megerősítette, meg Baxi is, hogy meg még két ember, akik rám írtak, hogy nem fogok tudni live-olni Harry Potter délután. Nem akartam először beletörődni, de aztán muszáj voltam. Aztán láttam a Discordos beszélt, kb. Akkor keltem, mikor Discordon beszéltétek a Zsolttal a dolgokat, hogy másik streamernél is volt, hogy valami hiszti volt a kezdéssel. De ő is beállította magának, hogy majd délután elkezd, aztán rájött ő is, hogy este héttől lehet csak.
és felesen ki volt akadva, hogy bemegy a boltba, megveszi a fizikai játékot, és nem tudja elkezdeni, mert le van korlátozva este. És kicsit a témához, izével, nincsen healer mögöttem, meghaltam. Tehát, hogy ezzel kapcsolatban, amit írtatok, én nagyon bízom benne, hogy soha nem lesz az, hogy nem térünk át arra, hogy ha fizetsz mondjuk 4-5 ezerrel többet, akkor 3 nappal hamarabb játszhatsz a fizikális vásárlásoknál, és már az kegyetlen világ lenne, hogy most akkor 3-4 ezeré többé fizessé, és akkor játszhatsz hamarabb. Ez történt a Deluxe-ba, hogy amit fizettél, akkor hamarabb elveszed a játékot 3 nappal. Hát igen, és azért mondom, hogy ez hosszú távon egy nagyon genyó dolog lenne, hogy akkor fizess többet és játszhatsz hamarabb. Az baj, az már a több játéknál elkezdték. Hol vannak a healereink? Köszönöm. Nem tudom, de az övékét megtaláltam. Ja, basszus, hát a healer játékosok nincsenek itt, mert a Kira is jó healer, az Emit nem tudom. Nem is mondtam, ezt olvastam, Dave, te, jó, hülye vagyok, ugyanazt olvasom, kecskerabló, azaz. Na, a Goat Simulator, amennyire elhülyéskedtük az elejét, a végén azért Emi segítségével szépen haladtunk a küldikkel, de hogy mennyire túl vannak bonyolítva a küldik abba a játékba. Mindjárt nyomok rájuk egy ultit, hogyha valaki jön velem. Beakadtam! Én mennék, csak meghaltam. Oké, az Anna megvan. Hoppá! Ez nem, de ért valamit, gyors... Jurejt megöltem legalább. Megért a Fortizni, tudok, nagyjából tudok most már sotival játszani. Na, de Forti amúgy sokat segít a dolgokba, viccen kívül is. Nem tudom, amúgy most, és még egyszer szeretném azért Eminek megköszönni, hogy az előző Battle Pass-t kivitte nekem kb. A felétől. Mindjárt ide nem a felétől, de hogy... Hát ez éppen, hogy meglett. De hogy azért köszönöm szépen, most azért motiváltabb vagyok, hogy a napi játék az meglegyen a napi 3 kör. Már hiányzott, mondtam is Baxinak, hogy egyszerűen már hiányzott a játék. Tehát, hogy lehet, hogy néha meg azt mondom egy játékra, hogy kezdem unni, akkor szóljatok rám, hogy hagyjak egy fél hónap szünetet, és lesz kedvem játszani. Meghaltam. A robotom az nem csinál semmit, csak áll. Kb. 20-as szintű, én is úgy emlékeztem, hogy ilyen 22-n lehettem. Hát a legkönnyebb a Battle Pass úgy lehet farmolni, hogy rankedben. Uh-huh. Azért mondom, esetleg ha megint így elakadnék, akkor szólok, de most tervezek többször ilyen dupla live-ok, vagy az egyik Overwatch legyen. Dupla live? Hát az a baj, hogy a február nagyon rövid, itt most kevés live lesz, majd márciusban megtoljuk. Rövid nagyon a február. Ó, Patit lelőtték. Amúgy most védünk, vagy mit csinálunk? Nem is figyeltem. A kis kocsit kell tolnunk. De mit ezt a tűzautót? A tűzautót! A tűzautót! Olyan a tűzautót! Let's go! De ez nem mozog. Mármint, hogy nem látom, hogy mozogna. Nem baj, akkor nem toljuk. Ja nem ezt! Jó, én egy nagy tűzoltónál állok, köszönöm Emi, hogy szóltál, hogy rossz nem vagyok. A másik tűzoltóautót toljuk. És Emi, én vagyok hülye? Vagy eddig is igen, benne volt a nevedbe a paraplú, vagy pedig itt nem volt benne YouTube-on, mert nekem nem rémlik. Máshol igen, de lehet én vagyok a seg. Hoppájban volt paraplú. Átírta, jó, azért mondom, hogy mintha nekem nem ez rém lenne, de mondom, én már nem vagyok meggyőződve. Nem volt szerintem, mert én is csak utólag tanultam meg, hogy az a bejátékos neve, hogy igen, azt én is tudtam, de hogy akkor átírtad, jó, mert mondom, már én vagyok hülye, tehát mondom, ennyire azért csak, főleg, hogy egy aktív nézőről beszélünk, nem az, akit látok izé havi egyszer, mint a fizetés. Igen. De hogy... Én most nagyon sokat fortiztam, már 173 a szintű vagyok, meg lesz a 200 annat, nagyon megtoltad, hát GG, várlak majd a holnapi live-ba, ha tudsz korán kelni, az most nem aranyat lel, hanem Dave-vel játszhat, az majdnem olyan, mintha aranyat lelnél. Aki korán kell, a sporti live-ot lel. Igen, egy GG-t megérdemel szerintem az Anna, az nagyon szép eredmény. Amúgy még a januárban sem elment. Nem értettem, mert egyszerre beszéltetek. Mi jött el januárba? Januárhoz hamar elment. Ahhoz képest amúgy tényleg, hogy azt nézzük, hogy meg már mindjárt hó felénél vagyunk ott. Ma van 10-e. Ma van pénzosztás. Mondjuk nem mehet ki, mikor kapja. De hogy hivatalosan. Legrosszabb eset. Nekem a Tesco volt régen, ami mindig kihúzta a 10-e délelőtt 10 órát.
Tesco? Az, fizetésileg, az mindig kihúzta, tudom, biztos nem kaptad meg hamarabb. Hánykor lesz a live furúja? Kérlek szépen, ki van írva? Instagram, közösségi fül, Discord, több helyre már nem tudom kiírni, és nem viccből mondom, hogy ész, látom, hogy nem olvastok, tehát, hogy nem csak iskolában nem, hanem alapvetően szegény furúja most, hogy megutál engem, de hogy alapvetően tessék olvasni, amiket kiteszek, de amúgy reggel 7 órától és kb. Délig. Vagy 11-ig, attól függ, mikor akarok Hogwartsra átmenni. Ugye ez a csatornám. Igen. Hát ezt elbuktuk. Hát ezek nagyon úgy durván védtek. Igen. A Genji azt két ütésből leszedett engem. Na, Amy lett a izé. Na, GG. Jön a második kör. Itt közöttél meghalt mellettem. Jó lettél? Hát, én sűrűn tudok halni. Én a Genji. Bár azért mehet a következő egyből. Úgy fogunk menni, hogy kettő kör, megyünk egy árkádot, és úgy lesz a csapatcsere, ahol a két lány bejön majd. Szia Viki, hogy vagy mi? Hogy vagytok, Mizu? Tehát, hogy majd bejön a... Viki megújítottad a tagság? Igen, Viki eddig nem volt tag most. Mármint, hogy... Múltkor lejárt, akkor ezek szerint megújítottad live-on kívül, mert most lesokkolódtam, hogy újra tag vagy. Köszönöm, hogy itt vagy újra köztünk így. Majd megint írhatom át a taglistát. Én szerintem túl sokat olvasok, mert tegnap végignéztem egy animét azelőtt is. Nem is úgy értettem furulja, csak hogy tényleg három helyre ki... Négy helyre, mert még a Facebook csoportba is kiírom mindig, hogy mi mikor túl lesz. Azért, hogy nem viccből írom ki. Próbálok időbe szólni, de most minden... Ja, én azt hittem, hogy viccből írod ki. Áj, unatkozott, tudod. Tehát meg gondolkozom még a Baxi Poke oldalra is, feltöröm a Baxit, és kiírom, hogy mikor lesznek live-ok. Aha. Azt próbáld meg. Nem kell próbálkozni, első elmenni fog. Pedig én jókat nevetek rajta mindig. A viccek, nagyon jó viccek, tudom én azt. Úgyhogy... Ó. Mi az? Mi történt? Most nézem a Battle Passban, van egy pingvin fityegő. Pingvin? A 17-esen. Köszönöm, hogy javítottam meg a pingvin fityegőről, a pingvin cookie jutott eszembe. Nem, mondjuk nem láttam még pingvin cookie-t, nem is vagyok kíváncsi rá, de valahogy szaporodni, de madár, az mondjuk hát az új is szaporodni. Új pályán vannak amúgy pingvinek, ha szeretnél pingvin cookie-t nézni. Hol? Az új pályán. Júj, de jó! Nem szeretnék. Kedvencem az, megvan nektek az a bejátszás, amikor Győzike azt nyilatkozta, hogy a pingvin nem madár? Mi? Emős? Várjál, mindjárt megkeresem. Ő meg volt győződve. Aha, várjatok, ameddig betölt. Kijelző. Maxi, te már hol tartasz a Battle Passban? 20-valahánynál. Várjatok, addig maradjatok csöndben, hogy hallják. A pingvin nem madar, mert a pingvin nem tud szalni. A pingvin az nem madar. Nem halljátok? Ja, de így igen. Hát hallatszódó, csak halk a videó, várjatok. Emi sem hallja. Várjál, feljebb adom addig rátok. Így. Mert nagyon... Halk a Győzike hát. Madár-e a pingvin, Győzi? A pingvin nem madar, mert a pingvin nem tud szalni. A pingvin az nem madar. De jól megfogalmaztam. A válasz rossz, a pingvin madár. Miért madár? Na miért madár? Miért madár? Ki írt ezt le nekem? Mert például tojást rak. Hát de akkor a tojástok, akkor a pingvin hogy tud szállni? Nem tud repülni. Akkor még tartozik a madár? Na hát én megnézem a Google-t. Hol a telefonom? Nincs itt a telefon, ezt nem tudom elfogadni. És a struc, várja, a struc az madár? A struc, az sem madár. Hát akkor mi? A struc az madár. Ez kb. Valami régen volt, hogy... De a struc... Jó napot, madárnak ásgásra. De azt mondja, de jól megfogalmazt. Igen. Nem hallottad, Emi? Én nem hallottam. Pedig én mit feladtam? Na, figyeljünk azért a 4-3 emoji-ra. Igen. Közben lett is meccs, látod? Ez így volt kicentízve. Na, így volt. Na, Havanna. Havanna. Ez visszatott, régen volt. Azt néztem, hogy vannak új pályák, vagy mi, mert ezt én amúgy akartam kérdezni. Beraktak pár újat a régiek közül, meg egy új, teljesen új is van közte. Ó. Várjál, most jó visszaadtam a hangotokat? Hát remélem.
Hallatok minket? Chat? Szerintem igen. Hallatok minket, írjátok be a Pingvin Cookie. Kösz. De úgy, hogy cookies, nem úgy, hogy cookie. Nagyon jó ez a pörzike. Vagy Pingvin Puffy. Vagy Pingvin Puki? Fingo Pingvin Puki. De én tudok pukizni. Ja, menni kell. Ha menni kell, menni kell. De amúgy igen, tehát hogy a pingvin nem madár. De a pingvin az szerintem az pingvin. Igen. A pingvin nem madár, neki külön. Külön van egy osztály. Az valami kategória. A stucnak igen. Is, igen. Szia Varnyú, lemaradtál arra, hogy a pingvin nem madár, a Varnyú az madár-e? Pati, egy pingvin emóta jöhetne. Az a Nessai, nem vesszük el. Nem, hogy egy táblóban kezében, hogy nem madár. Á, de nincs annyi tag, félj, csapasd be egy 20 tagságot és lesz egyből, tehát hogy... el fog fogyni. Azért mondom, hogy el fog fogyni. Mindjárt felolvasom, amit az Emmi beír. A Varnyú az nem, a Varnyú már talán. Igaz. Már megalkoztam közben az emoji. Mert jó, jó, azt holnap spoilerezzük le, ma még nem. Haló, van healerünk? Vagy nincs? Van, de... Én vagyok. Nem tudom, hogy hol vagy. Te megöltek. Azért kérdeztem. Pingvin alakúak, a madarak osztályának egyik rendje, amelyben az egyetlen család a pingvinfélék. Tényleg külön osztálya van. Kérem szépen, biológia óra tartok, egyes biológia. Megint nincs egy healer sem mögöttem, hát így gyors halálok lesznek. Én be ide jöttem a summonár mögé, hogy őt tartsam életbe, hogyha ő a tank. Jó, jó nyugodtan. Akkor, csak akkor Pati, te is az vagy, akkor gyere. Jó, akkor gyere. Pati, healerjél. Az a gond, hogy a Mercy ez nagyon életbe tartja. A Mercy-t kéne lekapni. Igen, látom. Ó, oh, kaptam egy szóló útit. Ne bántsátok, ne bántsátok. Ki? Dépte, melyik vagy a... A Junkrat! Ja, a Junkrat. Full másfele vagyok, Pati. Jó, én meg... Ott futsz előttem. Oké, okay, akkor... Most már végem. Köszi. Mi? Szia édeskert, mi újság? Te tudtad, hogy a pingvin nem madár? Áú. Nagyon agresszív voltam, de ezen az agresszívabb volt, mint én. Most egymást öltük meg, vagy? Nem tudom. Nem. Micsoda? Ja, azt hittem, hogy egymást megöltük a rúgat. De azért egy vint kéne hoznunk, csapatonként mondjuk. Azért hoztam legókkal. Ott van hátul a sniper. Édeskert, lemaradtál róla, hogy a tudósok bebizonyították, hogy a pingvin a halfajtákhoz tartozik mától. Magyar tudósok bebizonyították. Igen. A brit tudósok. Hogy igazából azt hittük eddig, hogy tojással szaporodik, de hogy azok összerakott ikrák, és hogy nincs tojás. El ne hidd! Csak Győzike mondta, hogy a pingvin nem madár. Ő a brit tudós. A magyar brit tudós. Brit tudósok a legjobbak. Föl, mikor megállították, hogy aki eddig nem volt iker testvére, ma nem is lesz. Ne. Nem mondod, komolyan. Én pedig akartam, azt hittem, hogy ma jön. Most mondod. Nem mondod. Pedig belőlem egy háromat minimum. Mm. Ott van fönt a, nem tudom, hogy hívják, az a genyó csaj. Az a genyó csaj. Amelyik így olyan, mint a kígyó, azt lő messziről nagyot. Hely, kizártatok! Nem bírok veletek menni! Jövök. Az a videóvágó. Windows maker. Ultizzak? Ultizzak. Gondolod, akkor hajrá. Hol be? Megint nélkületek vagyok. Én egyedül szólózom. Uááááá! Sárkány! Sárkány. Red Eyes Dragon! Hát beszúrtak! Mondhatok egy brit tudós viccet? Hát hogyha nem nagyon gáz, akkor igen. Akkor mi legyen víz? Az, víz halmaz állapotú. Hoppá! Úgyhogy ez muszáj volt. Semmi baj.
oda fel kell lőni hozzájuk, mert nagyon genyóznak fönt. Ott a videomaker már megint. Lejött. Láttam, leugrott, akart puszit adni, meg ölelést, de hát nem engedtük. Nincs pusziskodás. Visszajövök, sárkány, brit tudósok bebizonyították, hogy 4-ből 1 ember az 3. Igen, köszönjük. Azt a mindenit. Jaj. Nem is tudtam. Brit tudósnak kellett volna mennem, hát emes, akkor csak alapból britnek kéne legyél. Láttam, büszke hollóhátas lettél. Bezony, holnap elkezdjük délután. Már most beléptünk a játékba, visszapörgeted a live-ot. Akkor láthatod, hogy be akartuk állítani a beállítást, de rohadtul nem jutottunk addig, mert karaktert kell csinálni. Pont ma láttam egy olyan TikTokot, hogy a hollóhátasoknak van a legkevesebb. Küldjük a játékba. Hát ez jó szemétség, mondjuk gondoltak rám. Tehát, hogy... Ezt mondták, le kelljen sokat dolgoznod. De ez igazságtalan. De figyelj már, a hollóhátnak a tulajdonságában benne van, hogy ugyebár ők a tanulásra mennek rá, nekik a legfontosabb a oktatás és a tanulásnak minősége. Haló, healer, 50 HP-n van, hol a francba vagy? Nem, vagyok, már meg vagy healerve, mert elkezdtél nyapogni, már ki vagy healerve. Jó, igen, ez ilyen. Meg ilyen sárkány megint. Látom, úgyhogy büszke holló vagyok. Igen, és az emoji már megvan. Idézőjelbe. Mama, Rá kilőttek. 5 player kill! Kilőttek. Elkezdve tolom itt a payloadot. Ja, jó van. Ja, ott sutyiba. Helyes. Nekem van ultim, de hát azt majd akkor akarom kilőni, amikor közelébe tudok menni. És nem tudok innen healeriteket, nagyon lemaradtam. Én most haltam meg, Baxi, látlak, jövök utánad. Ott lőttem. Hát ez semmit nem ért, köszönjük. Ajjaj, hol a Baxi? Én hugrabugos vagyok, Nessai az lett, és nála is láttam, milyen menő a helységük. Ó. Amúgy a hugrabugosoknak tényleg menő, én is néztem videót róla. Hát kíváncsi leszek, hogy azért a miénk is azért elmegye majd. Mondjuk én a Luna Lovegoodot szerettem, mint karaktert, úgyhogy... Az végül is szintén hollós. Én meg varjú hangot adok ki, igen. Látom, sárkány. Van videós, aki Mardekáros lett? A Maris nem tudom mi lett, de látom. Én majd Mardekáros leszek. Mert én nekem az van a VB profilom, hogy Mardekáros vagyok. A pitában vagy Mardekáros. Hát, én játszok, az maximum Jajdekár. Jajdekár vagy Mardekár? Au. Azaz. Én is hollós lettem, meg az is voltam. Baxi a kígyós, igen. Nagyon kígyó. Nagyon kígyó. Jaj, de kígyó. Az meg jaj, de sárkány. Ki kéne ez már szedni azt a videomakert? Igen, mert az a nagyon OP. Mi a szar lőtt meg engem? Meg is öltek, bakker. A Hanzo öl meg, vagy hát három. A Hanzo maga, vagy hülyebb város. Igen. Valaki még nem tette, akkor fejelje meg a like-ot, random információ, köszönöm. Na majd oda felnyomom, az lesz valami. A labda vagy átvány. Megzavartam a videómakert, ennyit tudtam segíteni neki. Köszönjük. De megzavartam, hogy úgyis lelőtt le engem. Nem tudom, hogy jaj! Hát ez rohadt erős, nem akarom elhinni. Én nagyon szeretem a Harry Pottert, mert kétszer kiolvasom a sorozatot, és én is a hollóhátas vagyok, de jó, Anna. Én mondjuk az összes könyvet nem olvastam, de lehet, hogy azért egyszer elfogom mégis. Nem. Sokkal több van a könyvben, mint a filmekben, azt tudom. De nem hogy a szarba szed le egyből majdnem 200 HP? Mi? Honnan jöttétek? Bebújtam a bokkal, de nem lát engem sem. Jó, egyet megölt. Épp, mi szép volt. Mindjárt meglehetünk. Itt semmit nem hírulnak a
Jó, megöltem. Revanzs. Toljátok. Tolom! Baxi, én tolom, lövöm, mindent csinálok, irgumburgum, vaskampó, három macska, egye meg a babot, aztán utána fingon az orruk alá egy nagyot. Úgy van a rohadt sárkány, hogy csesszem. Ez egy chilles, kedves játék. Pont lett ultim. Fél percünk van. Rohám! Nem fogok odaérni. A majom mindjárt elmugrik, várja. Nem ugrott rám. Én megpróbáltam, de nagyon gyorsan leszettek. Leszettem egyet. 7 másodperc. Menjetek oda, csak legyetek ott. Valaki menjen oda, én mindjárt ott vagyok. Ja, a rohadt videomaker, hogy... Meghaltam. A videó megvan. Hajrá, sietek! Meghaltam. Mindenki nagyon haló? Nagyon sokan vannak, egyedül vagyok, én voltam itt már egyedül, és akkor már nem vége. Igen. Na az ilyen meccseknél mondom azt már, bocsánat, hogy a kurva anyádat. Ez a legszebb szó, de hogy nem, egy centi nem kellene. Én vagyok! Évet a legjobb, sharpshooter. Ez amikor, igen, kaptál egy narót tőlem. Igen, ez jó volt. És 5 player kill streaket. Emlékszek. Aha. Ott van. Ritka pillanatok egyike. És akkor most megyünk veletek egy árkádot, és akkor cserélünk majd. Az alap... Menjünk ki a Baréna plázát. Az mit? Jaj. Menjünk ki a Baréna plázát. Köszönjük. Árkádon belül mindegy, melyik vagy melyiket tudjuk együtt. Van itt valami titanikus. Vagy az az új pálya. Azt kipróbálhatjuk az új pályát. Várjatok, kicsit olvasok. Én nagyon szeretem a... Igen, ezt olvastam. Én emlékszem a második könyvet fél órával azelőtt fejeztem be, hogy indultunk a moziban megnézni a filmet. Az kemény. Emlékszem, az első könyvet 13-szor olvastam el, nagyon röhögök azt a szenvedélyt. 13-szor, az kemény! Ismered a Tokyo Revengers? Fingom nincs mi az. Azt se tudom, eszik, hiszák, az egy anime, film, egy anime. Könyv, vagy anime. Nem, nem, nem nagyon nézek animéket, a régieket néztem, újakat semmit, mert rossz a szemem, és nincs kedvem olvasni. Feliratos filmet se nézek. Csak nagyon ritkán. Én szoktam nézni. Viszont születésnapomra most az lesz a cél, hogy szemüveges leszek, úgyhogy bármennyire fájdalmas. Ú, emiatt elkezdte a One Piece, helyes. Az egy nagyon jó anime. Van. Na, tök jó. Csak nagyon hosszú. Meg a Cyberpunknak a... Nem tudom én, Cyberpunk animének számít-e. De azok számít, annak is van izéje most, és az szinkronos. Egyrészt az 1000-valahányból. Melyik ezeket majd írjátok már be valahova, vagy Baxiát csinálsz egy filet, hogy sorozatajánló, vagy bármi a Discordra, akkor oda ezeket be tudnátok írni. Már el fogom felejteni. Gyorsan csinálja, tudod így. Vagy az is jó, hogyha csak rám írtok priváton. Most érted, nem tudom. Ezért azért nem néztem meg például, ami most megy a mozikba is film, mert nem láttam a sorozatot. Tessék, ott van egy tévésorozat, anime függő. Köszönöm, bármi. Csatorna. Na, megvan a játék. Na, ez gyorsan talál, hamarabb. Akkor ez egy új. Igen, ez az új pálya. Ez most került be ebbe a szezonba. Viszem most a healerem. Anya új, hogy minek ezt tolja most? Na, nem kell hozzá látni, én se láttam a sorozatot, megnéztem a filmet, annyira tetszett. Na, hát akkor fél, valaki felajánlja, hogy van kedve moziba jönni, akkor megnéz, hogy egyedül nem akarom megnézni a One Piece moziba. Én meg itt maradok a sarokban, az alig ismert animéimmel, lol. Hát én már magyarokat nézem, ami magyarul volt, az kb. Az kész. Én is a retrókat szerettem, újakat nem nagyon. Az új film nagyon nagy, akkor lehet, hogy meg kéne valamikor nézni. Csak jelenet nem tudom rávenni, mert nem nagyon néz animét. Nem tudom mennyire öldöklős vagy gyilkolászós, hogy ilyenek a One Piece. Én meg magamnak már mondogatom. Minek mond, vígjáték lenne? Mert nagyon halnak meg amúgy benne a One Piece-be. Egy karaktert hal meg az az a rész alatt, ami nagyon szignifikáns. De azon kívül majdnem mindenki minden túl elköbö. És amúgy igen, vígjáték inkább. De néha bőgetős, szóval... Ó. Oh.
Akkor te már megnézted. De nem végig. Az animét. De hát azt azért elég nehéz végignézni ezen részt. De... Igen, de én nem nézem meg. Animém. Úgy by the way. Ó, basszus, lőnek engem oldalról. Engem már mindenhonnan lőnek alatt. Koncert alatt játszódik a film, és nagyon jó zenék, a végén még, meg sírtam. Na, ez akkor zenés? Én azt sem tudtam, hogy vannak benne van egy mozifilm most, magyar feliratos mozifilm a One Piece-ből, az van a magyar mozikba is. Igen, azt és tudom. Ott annak van egy ilyen koncertes része, és nagyon jó zenék vannak benne. De hát ugye a sorozatot érdemes hozzá, ezért valamennyire basszus, senki ismert. Nincs itt, csak én healerként, az fergeteges. Csak én nem vagyok healer. Pati az egyetlen DPS. Igen? De két igen. Tankunk van, szóval. Én már nem tudok DPS-kedni. Mondjuk én mit tudok? Az jobb kérdés. Le vagyok fagyva. De három aztam karaktert ismertem, hogy is jeleveztem. Attack on Titanből, meg Gyuzikert csináltak Japánba. Hát megint kifogtunk egy olyan csapatot, hogy a győzelem nem lesz meg. Ja. Meg se bírom mozdulni. Ez a bapázpot az a nehéz fajta. Azt sem tudom, mit kell csinálni, hallod? Be kell jutni oda középre, a kijelölt területre. Zsoltot felélesztettem. Wow, azt is vettem, igen, de... Rendben, jó étfurulja, köszönöm, hogy itt voltál. Ajja, melyik? Erre ledobom magam mellé a bombát. Ezt el kell foglalni, és aztán megtartani. Oké, most a miénk. Lehet, hogy ez ilyen normális. Oké, meg öt kohó ember. Hol van ez a milő? Ajaj. Szép. De ezek viszontnak fontos a kilőni. Jaj, mondtam, kihangi erre. Hát ezt pont a rossz irányba lőttem el, de... Én próbálom hírelni a csapatot, amennyire tudom. Meghaltam. Én folytatom vandalizmusozok az elemi tankkal. Én is inkább sorozatos vagyok, például az, nem tudom, ki nézte innen a Netflixről az Outer Banks nevű sorozatot, elvileg a jövő héten jön az új évad, az ilyen kincskeresős, tinis cucc, de a második évad az tetszett, ahol valami fekete srácnak a felszabadítása, meg mit tudom én miről szólt nekem, az tetszett egyébként, úgyhogy várom a folytatás, hogy milyen lesz, meg ilyen különbségek vannak, hogy van két réteg, a nagyon gazdagok, meg a csórók, és nyilván a Rómeó és Júlia feeling, hogy a csóró srácba beleszeret a gazdag lány, de nem lehetnek együtt, de mégis együtt lesznek, megszöknek, elsüllyed egy hajó, tököm tudja, ennyire emlékszek, ennyiben rossz, ha két évig nem jön folytatás egy sorozathoz. Ennyi baj, maradt meg. Mit nem hallottál? Egy ultisztak. Oh no. Én azt sem tudtam a felén, hogy melyik bolygón vagyok, de igen. Hát ezt felújították, hogy régen nem így mutatta azt a 0-0-t meg 1-0-t, ez igen, biztos. Igen, ez is új. Amúgy neked is a Mercy-ben változtattak egy kicsit, hogy hogyan működik. Itt vannak a... Mire értem? Itt a halászós izéjük ja, van. Ritkábban töltök vissza, vagy mi? Már érzem, hogy nem annyira gyors. Ritkábban tudod használni azt az odarepülős képességedet, hogy oda néz másokat. Akkor jól érzékeltem. És lassabban healelsz, viszont hogyha valaki kritikus HP-n van, akkor az gyorsabban healelsz, illetve akkor gyógyulsz, hogyha te is éppen healelsz valakit. Szóval, azt észrevettem. Akkor szopás. De mit csinálsz, Pati? Belekakilt itt a halak közé. Borzasztó. Még kakilós emoji-ja van, vagy valami ilyen emoji? Egy golászat fölötte. Ja. Ó. Oh. Sötán van. Nyugi, Pati, nyomom a hírtet belé. Belém?
akkor bálok eléd. Oké, maximum megbeszéltük. Gyógyítottam, de önfeláldozás volt. Köszönöm. Maximum megbeszéltük, egyszer halunk meg. Legalább a meccs előtt kikakilta magát, igen. Hát nem mindegy, hogy közbe szarik be. Meglövik, az beszarik a félelemtől. Nem mindegy. Nem. Amúgy ez a pálya nekem nem annyira jön be, tehát tök jó, hogy elég nehéz pálya, de... Eddig én nekem sem volt sok sikerem rajta, sajnos. Ez a mapon 10-ből 3 szerencsém volt. Hát pedig azt mondják, Bax, hogy te egy sikeres videós vagy, akkor most mégse igaz. Sikeres videó? Miért vagyok? Honnan jött be, hogy sikeres videós lenni? Hát most mondtad, hogy sikereid szoktak lenni, de... Mostantól sikeres videós leszel. Igen. Sikeres Overwatch játékos vagyok, de itt nincsenek sikereim. Mindenki. Ez egy ilyen jó könyv vagy filmcím lehet, hogy a sikertelen sikeres. Milyen biztos jó. Biztos, hogy van ilyen. És főszereplő Bertő Reynolds, nem? Főszereplő Baxi. Vagy hogy volt Baxi abban a South Park-os reklámban? Hogy mi? Minden szerepet ő játszott? Nem tudom már, hogy volt. Jöve kilelni, Baxi, de öljed akkor azt a szart. Amikor Kenny is ott volt. Felemként. Oh-oh, meghaltam. Ezek megint egy olyan csapatot kaptunk, aki jelen esélyünk nincs amúgy. Nem fut folyamatosan. Sose hallom meg, hogy mély eldobja az ultiját. Annyira nem hallatszik, hogy... Mert amúgy csomó minden hallás alapján lehet hallani. Lehet, hogy te csak a magas hangokat hallod, és neked túl mély. Nem, szerintem az a baj, hogy a mikrofon most beszélgetést letompítja a játék hangjait, és... Nem, a melyet én sem hallom. Ezt se hallottad, hogy eldobtam? Már kétszer belefutottam az ultiába. Na, legalább Emminek leesett, hogy ez egy vicc volt. Zsoltot visszahoztam a életbe. Életbe? De meghalok. Az vagy, hogy a díjban nagyon gyenge lett. Igen, tehát... De ez is, a Mercy is sokkal jobb volt előtte. Mert ezt nehezebb játszani most már szerintem. Hát észrevettem, és eddig ez volt nekem a Jolly Joker healerem, most kicsesztek velem. Tehát... 10 player sticket tolt az ellenfél, mondom, hogy megint valami pro csapatot kaptunk. Luciót nem nagyon tudom irányítani, ami hogy kéne, de ha majd mondasz tippeket, akkor megpróbálom. Fuss be, fuss be, fuss be! Oh. Hát ez egy rip. Azért nem menjetek el messzire. Elmegyek világgal. Az biztos, hogy a két lány, ők főleg healerek szoktak lenni. Azon gondolkozok, hogy ki legyen a kettő ember, akire cserélünk. Én átadom a helyem, mert nem érzem az anyémnek most ezt. Jó, rendben. Később még úgy van jövök, csak Nem tudom. Akkor Zsolt helyére jöhet az egyikőjük, és ki legyen a másik, aki átadja. Aki úgy érzi, hogy kell egy kis... Jó, akkor két fiú elmegy és cserélünk. Akkor viszont mindjárt csapatcsere, ami azt jelenti, hogy a socialbe ki tudtok lépni? Még Amy nem lépett ki, és akkor Amy-t és a királyt behívjuk. Gyertek hangba is, lányok, hogyha tudtok, mert azért fontos a kommunikáció. Most is sokat segített, ja nem? Most léptem ki. Oké. Okay. Meg vagyunk? Tökéletes. Ez szépen halad legalább. Tehát, tudom, hogy már minden küldi kész van már a heti is. Kinek? Neked? Nekem. Hát akinek jó megy, én a hetiben még... Fia, én csak tegnap játszottam. Á, semmi. 10 win, 0. 7 win, 0. 15 win, 0. Tehát nem... Na, úgy van egy szezonális küldi, hogy ezen a pályán nyerje 3-szor, abból 2 van meg nekem, de szerintem már vagy 8-szor voltam ezen a pályán. Megnézhetjük majd, megyünk először egy ollóst. Itt mondanám, hogy átadom, erre le voltam némítva. Hát, Pati, még nem adod át. De várjál, Pati kilépett, bakker. Várjál, nem vagyunk öten. Nem léptem ki. Akkor ki nincs itt? Pati van itt, meg Pati, meg én vagyok. Emmit nem hívtam. De hívtam.
Eminem kapott. Én bocsi, nem voltam itt. Érkezz. Azt hittem, hogy úgy mondod, mint a rapper, hogy Eminem. Eminem. Mehetünk. Na azért mennyivel könnyebb lesz, mert én pont ezt mondtam múltkor, amikor Emivel meg Baxival játszottunk, hogy hang nélkül kegyetlen volt, hogy nem tudtam mondani, hogy gyertek már meg minden. Ja, most hideljünk. Hát nem feltétlen. De mondjuk akkor is Orisza voltam a legtöbbet. Tényleg Emi, te miket nyomtál meg a legjobban nálam, akiknek felment a javított státuszuk? Kikkel hát játszottál a legtöbbet? Hílerekkel? Kirikóval játszottál a legtöbbet, ami meg tudod nézni a karrier profilodon, hogy milyen karaktereket... De tudom, csak könnyebb megkérdezni, tudod, lustaság, félegészség. Neked eddig nem főleg Mercyt meg Orisát használtál emlékeim szerint, de láttam, hogy 14 órád van Kirikóban, az biztos, hogy Emi volt. Hát, nagy eséllyel, igen. De látok Zenyát, tehát Luciót, szerintem azok is Emi volt. Emi, de... Igen. Igen, én a hörcsögöt használtam még aránylag, meg a Junkratet is félig meddig. A hörcsögöt azt hazavágták. De annak az a ultia rohadt erős lett a hörcsög. Erősítettek az eldobós ultin? Mert mondjuk az nem rossz. Annak ilyen izé a bombák, tudom. Azt én szerettem. Múltkor bedobta az ultiát, ezt ugye szokás szerint mondom, elkezdem leölni az kis gombákat, hogy túlajuk, és belehaltam. És így, what? Azt nem mondták, hogy ja, most megköbölj, így hozzáérsz egyhez, és... Azt amúgy a payload tolásnál nagyon hasznos, hogy rátettem a payloadra, nem bírtak közelükbe menni addig. Ja. Zárt helyekkel szokták rakni, ahhoz ők a hely. És tudjátok, mi Eminem neve oroszul? Eminyet. Ne. Köszönjük. Eminyek. Ennyi, köszönjük. Na hát, meccseket amúgy találhatna gyors, bár délelőtt amúgy sok meccset szokott találni, ugye Baxi, azért szoktam délelőtti. Ébredő live-ot, csak most a Fortnite elvette a helyét. Már igazából most, hogy bejött az új map, inkább azt tolja mindenki. Gondoltam, hogy azonban, ott gyorsan fogunk találni az új mapon. Hát hogyha az a feladat, hogy háromszor nyerjünk, akkor vagy statisztikát így elnézve, vagy nullát nyertünk, akkor legalább 50 kört kell menjünk, talán nyerünk. Hát én pont live előtt szereztem meg a 3 győzelmet. És amúgy mennyi XP-t ad, vagy jól adja érte? Hát, 1000 XP-t kapsz érte. Az mondjuk nem rossz. Találjál már meccset! Egyébként kérem szépen, fontos belemtél, éhes vagyok. Egyéb valamit, de mondjad, Kira, mit mondtál? Meccset lehet, hogy ezért talál egyébként lassabban, mert ha jól tudom, a matchmaking-el. Ja, hogy öten vagyunk. Hát nem csak az, hogy öten vagyunk, hanem... Meg nem is csak az, hanem az, hogy nagyon eltérőek a rangok, és így nehezebben talál ugye egy ugyanilyen felállású csapatot. Mert ugye nekem nincs rangom. Igen, viszont nem tudom, játszottatok a Overwatch egyen, és ez beleszámít az a rang. Én nekem meg van rangom és plat vagyok, és a szintem is nagy, és lehetséges, hogy emiatt egy kicsit az eltérések. Akkor valójában te miattad. Igen, nem baj, fél, előbb is 3 percet beszélgettünk, és random, megnéztük a győzikét, és elindult. Tehát, hogy... Amúgy nekem Overwatch 1 és 2 alatt összesen 27 percnyi ranked játékom van, tehát 0 rangom van. Nulla. Nem mentem be rangedbe önként. Hát ez mondjuk ugyanolyan, mint hogy a Fortiba én se játszok, mi az, amit szól, arénát. Minek? Nekem van kedben van 88 órám. Az igen. Addig tudok Battle Pass nézni? Ezt tudok. Tudsz, igen. Megnézzük. Nekem 357 órám van a rankeden. Azt a mindenit. Az igen. Jesszus. Na tehát ezt is behozták. Ott a pingvin, tényleg, várjál, mi ez? Hogy nézel? Nézd, kőbéka. Vagy a fabéka. Mi? Nézd, ahogy ez a season pass, ahogy Dave, ez a season pass nagyon jó lett. Már crossoverek is vannak bent. Ez de jó. Boxoverek mutkáz beszéltünk. Még én sem néztem meg, ám csak megvettem. De a Doomfistnek egy One Punch Man-es crossoveres izé érkezik. Na. Úristen, én ezt a Hanzót nagyon imádom. Az a Hanzó. Ja, az puszilós Hanzó? Igen, igen. Annyira jó. De izé virágos, koszorú, színes. Igen. Gitár. Gitár.
Tyranitar. Tyranitar? Inkább lávitár. Vagy lárvitár, az is jó. Lábgitár. Jó. Jó. Elnevez az egyik lávitáromat úgy. Jó. Ó, a Junkratnek lesz ilyen skin, ez jó. Ez tetszik. Ilyen napocskás. Hoztak még be. Hát nem rossz amúgy, szerintem. El leszünk ezzel, mire kifarmoljuk. Ő van a borító, a index képen. 80-as. A Mercy-nek a győzelmi póza tetszik. Mondjuk azokat meg se nézegettük, hogy miket. Nem mozog. Na, talált is meccset. Kapunk egy csomó platosat. Végre veszíthet. Bocsánat, bocsánat. Nem baj, maga leszedi. Vagy ha annyira mondtátok, behozom a potkányt. Hozz a potkányt. Potkány szagot érzek. Most hörcsög. Azaz. Milyen kis kedves. Nagyon jó, a hörcsög, ha rálítek, szörcsög. Aha, látom, hogy a robotos a feladat. Tóni kell a robotot. Ezért, hogy három sniper van a csapat. Ketten lesznek a robot mellett összesen. Nagyon örülök, főleg, hogy én vagyok az egyik, amikor én csak az ultimmal fogok valamit érni. Van három sniper? Hát akkor egy fog működni, Dave nem tudom, én nem fogok. Én szarul fogok játszani, én csak hát, az ultim miatt hoztam. Szerintem csak a videómaker. De gyerünk, Emi lehozzuk. Emi, nem, bocsánat, helyesbitek, Emi maga le kell hozza. Amúgy igen, mert ez fog gurulni, úgyhogy ő az egyetlen, aki lábon van konkrétan, ki? És közelebb tud menni. Én? A Dave gurulni fog, én haldokolni, igen, folytassuk. Én csak begurulok néha, de hát... Én meg nem találtam is semmit. Amúgy a Hurinél miért jó az, hogyha megnyomom az E betűt, ezt valaki el tudja magyarázni? De elbetűd az azt hiszem, pajzsot ad neked, de csak akkor érdemes megnyomod, amikor sok ellenfél van körülötted, mert annál több pajzsot kapsz. Ja. Minél többen vesznek körbe. Hát ezek engem már kicsináltak, szóval lehet, hogy átváltok valami másra. Healer nélkül én se leszek előrébb. Van healerünk? Most már van. Orisza mindjárt megvan. Fixen van, ugye? Á, megúszta az Orisza, mert valóban elment. Majdnem már megöltem pedig. Hol az Orisza? Ő visszament. Á, oké, leszedtük a Speak akárkit, vagy Spuckers, vagy mi a neve. Orisza-t visszahílelték az VIP. Meghalok, haló, úristen! 17 HP. Miért haltál meg? Ne halljál már meg. Szia, Leon! Nem jó estét! Várjál, hátulról támadnak! Hátba szúrnak! Hát, az K.O. Húsibb karaktereket hozni! Próbáljunk meg jobbat, én is visszaváltok Orisára, mert ez nem fog így menni. Én maradok, mert nem tudom. Én csak őt tudom játszani. Meg még talán a Soldier-en, de hát... Igen... Egyből healer. Nekem meg nincs itt senki. Hol a fenébe van a csapatom? Meghalt. Hát most öltek meg, én rajtuk voltam a tolósz cuccuk mögött. Nagyon máshol vagytok, látom. Itt vagyunk a robotnál. Igen. Én is ott voltam, csak ott voltak 5-en pirosak és 0 kék. Nagyon... Hol megy az életem? Halló? Ez kétál vagy? Itt vagyok. Á, az a baj, Orisza-t nagyon tartja a Merci. Akkor a Merci először, szerintem. Igen, mert folyton visszaszedni. Nézd meg ott. Mondjuk először meg kéne találni. Ott van fönt. Látom. De...
Kb. Amúgy meg se bírunk mozdulni. Én már nem szeretem a Genjit. Á, ultizik a orszat. Karapom. Olyan esélytelennek érzem magunkat, vége. Miért vagy ilyen negatív? Nem tudom, ma nagyon nem megy a csapatmunka. Nem csak nekem, hanem úgy alapvetően nem érzem a csapatot, hogy bárki bárkinek tud segíteni. Nem erőseket is kapunk, hozzáteszem. Igen, tehát azért mondom, hogy ennyire nem szoktunk erős ellenfelekkel lenni. De nem baj, lesz még a Tomásko és Overwatch Live, ez a kedvünket nem veszi el. Csak mondjuk lehet, hogy legközelebb ne péntek este, hanem inkább délután legyen, vagy reggel. Hogy az ultim közben lelőtt, rohadjon meg. Nem, pedig igen, nyomtam az egeret. Ez volt nálam. Én lenyomtam az ultimat, konkrétan három ütésben leszették, azt Tehát meg ilyen nyomottak. Kiszúrtak dárdával. Én leszek a következő áldozat, úgy érzem. Nem, én leszek. Te? Nem, te legyen. Gyerünk, nyomás! Toljuk meg! Hello? Egyet szétrobbantottunk, helyes. Azaz, megvan a merci is. Nagyon jól toljuk. Mindjárt megvan a órisa. Az is megvan. Hallotta, megyünk előre! Ez az, végre! Végre, mert felé lett a csapat, oh my god! Kaptunk egy ultit, vagy nem tudom mi volt ez, de megmentett a Baxi. Igen, ulti. Én sem tudom mi volt ez, de nem szeretem. Én úgy érzem, hogy most megvan a maximális védelem. A Baxina? Jaj. Mindjárt megvan az Orisa? Megvan. Ez az, gyönyörű, végre magunkhoz tértünk. Jó reggelt kívánok, ez itt a Mongufta Family csatorna. Végre láthatunk egy izgalmas meccset, nagyon szépen köszönöm. De most kezdtük az egész Overwatchot, eddig még nem volt egyetlen vereségünk se, úgyhogy az első így meccs van, hiány. Így van, egyből bemutatjuk, hogy kell lehozni. Miről szól a játék. Miről szól a gólya, vagyis a game. Miről szól a játék. Nem, mert a kanalas is lehet a game, de a gólya nem lehet késes vagy kanalas. Figyelj, szerintem én itt bent maradok, aztán nem fognak megölni. Áú. Ó, ha a Baxit megölték, köszönöm. Akkor az baj. Fajok, akkor ezt leszett engem a Mercy. Jaj, de jó. Ojjaj. Szedjük. Ultim van! Dupla ult! Megöltük az Orisával egymást! Dupla ult! Mind a ketten meghaltatok! Mind a ketten ultiztunk, ez a... Megölsz, de magammal viszlek a sírba! Ez amikor mondjuk leszúr, le akar valaki szúrni, de előkapod a kés és visszaszúrsz. Gyakori eset. Igen. Általában... Egy picit toljuk, mert legalább új helyen spannolnánk vissza. Toljátok! Sárkány! Bob, csináljál már valamit, létszíj! Ne csináljál! Rohanok! Jaj, de! Már nem is oroszán fogottam ezt a vackot! Haver, please! Csinálj valamit! Egyet leszettem a Talesztót! Olyan ideges! Ne! Nincsen rajtam heal! Meg is haltam! Egy HP van. Gyerünk, Emily, gyerünk! Emily, le tudod hozni! Roham! Uh-oh. Okay, yes. Meghaltam. Ne. Hát nem állunk jól, és 2 percünk van. Hát nem állunk jól. Pedig már egyszer elhittem, hogy megnyerhetjük ezt a meccset, de már kicsit kezdek kételkedni. Na, ez valami ulti volt, mert megdöglöttem ebből.
Jó, visszahozta. De nem látom, hogy hol az ellenfél, jön mögöttem. Végem. Nem bírok el 4-gyel. 4v1. Hát ezt megint buktuk szerintem. Hát elég valószínű. Igen. Hát igen, majd van a következő. Azért talán egyszer lesz egy győzelmünk ma. Addig nem fekszünk le aludni, míg nem lesz. Ó, akkor sose fogunk aludni, hallod? Az a legjobb. Nem alszom, nem azt mondjuk. Ez a holnap reggel 7 óra előtt. Na most akkor váltsuk át a streamet. Ja igen, most már Fortnite jön. Be is olyan ott, hogy ez az volt. Keménykedek a 47 HP-mmal. Vigyázz sárkány, én szóltam. Köszönjük. Miért bekaptad Boxy? Nem, csak láttam Frogpot itt, hogy belesét. Hát ez szomorú. Jó, jöttem, csak te nem. Na, akkor csendesebben lesz a Pati, látjuk. Sutogjál. Köszönjük. Úgy, úgy. Nem baj, jön a második kör, aztán utána még ott az Arcade mód is, úgyhogy... Pont meghaltam ott. Na, az jó. Beívják ezeket a Heal Diff, Team Diff, Tank Diff, ez annyira, nem tudom, mi felmérgel. Hagyjad. Na várjál, azt nézem, hogy mi volt, akkor Arcade mód kell még 2. Az új pályán megyünk 2 Arcade... Na. Ott úgyis gyorsan talál meccset. Elvileg. Eljött. Mi a különbség az Arcade módban? Igen. Tényleg, mi a különbség? Bármint az Arcade módban általában ilyen játékosabb feladatok vannak, vagy ilyen specifikus, és ez naponta serélődik. Ja, igen. Úgy például most jelenleg van a fixen az új pálya, hogy ezt mindenki tudja játszani, de nincs megkötve, hogy hány tank, hány healer, meg hány izé lehet. Tehát lehet mindenki egy... tank is. Akár lehet, hogy tank is, igen. Van egy no limit, ahol szintén az, bármelyik pályát beadhatja, de szintén nincs limitálva, hogy hány karakter lehet és milyen fajták, sőt akár egyforma karakter is lehet teljesen. Uh-huh. Van a fatál mélyem, az az, hogy nagyon kicsi cooldownon van minden, és mindenkinek több az élete, meg nagyobbak a sebzünk, tehát az ilyen, mint a full fury mód, meg a izé, meg a ultra rapid fire, meg ez is, ez mindig az elvadult mód, de ezt a csomó küldje nem számolja sajnos. Az a rossz. Van egy, mi van? 5v5 elimination, ez technikailag az, hogy csak ki kell nyírni egymást egy ötös csapat, az ötös csapat ellen. Van egy mystery duel, az azt jelenti, hogy nem tudod, hogy milyen karakterrel, vagyis egy másik játékos ellen, aki szintén nem tudja, milyen karakter kell háromszor nyerned az ötből, azt hiszem. Most mi van még? 3v3 elimination, az ugyanaz, csak háromszoros csapatok egymást ellen. Megnézhetjük majd azokat is, tehát nem mindig csak az első, csak mivel itt mondtad, hogy kell a három győzelem. Közben Anna, jó éjszakát, mongusztrakát, és holnap találkozunk reggel. Pihent ki magad. Köszönöm, hogy itt voltál. Az a payload mapok voltak, amikor kísérni kell a payloadot, olyan mapokat adhat be, csak is 5v5. Tehát most ezek vannak ma. Jaj, már a legosszabb a Total Mayhem mód. Total Mayhem. Ott nincsen... Total én sonkám. És ez most akkor mi? Ez most a új pályait, akárki bármit behoztatott, lehetünk akár ott tankkal is. De mi a feladat, gondolom, azt kérdezi. El kell foglalni az új pályának kijelölt területet, és megtartani, hogy ne foglalja el az ellenfél. Uh-huh. Itt ez van, és ugye ez is ilyen három pálya rész van, abból kettőt kell megnyerni. Rendben, köszönjük. Ez szívesen, én vagyok az új Overwatch Wikipédia. Jó. Kérdezzetek bármit. Hogy kell nyerni? Azaz, Boxipédia. Hogy kell nyerni, git good. Hogy kell nyerni, igen. Mit kell eszedni? Hogy kell nyerni, vagy nyerni? Nyerni. Játsszál jól, az a megoldás. És Boxi, hogy kell nyerni? Nyerni úgy kell, hogy... a nyelőcsövedet megmozgatni, nem tudok. Nem tudod? Akkor nem hogy nyelsz? Nem tudok nyelni, én szomjan halok inkább. Ó, Overwatch. Nem, Boxi csak akkor viszik. Hé, valaki hátulról szétszedett! Ki a mi volt ez? Szombra. Jó, kedves.
Nagyon kedves, igen. Hát a szomba az ilyen. Azt mondja, hátulról szétszedett. Hát ez az. Jaj, az a szerencsét, a bab még nem kedve, van kedve. Ki? Nem, mivel nem ranked az a kezet engem, ez nem érint. De ez a map még teljesen káosz. De nézd meg, két lövésből leszednek. Még hogy azt hittem, hogy most jobbak leszünk. Uh-huh. Hát figyelj, én majd egy Battle Mercy. Jó három hétig nem játszottam movie-val. Én se. De te játszottál, Dave. Mindjárt ja. Szórakozom. Csak az akoldod azt mondja. Az alter egomma. De miért lő le egyből ez a köcsög? Két lövés vagyok mindenkinek. Én is. Mindjárt behozom a healert, vagy nem tudom, mert ugye ezzel nem boldogulunk. Ugye ez a szombra itt van fönt, tehát a tetején ennek a vacaknak onnan hackelget mindenkit. Ja. Nem áll. Az ultimat. Na, lerobbantottam. Szép. Jó, 60% gyerekek, az esély megvan, majd 99-en elveszik. Most kiabálod el, komolyan. Nem. Megátkozol minket. Megátkozlak kiflivel. Akkadnál be. Úgy hallottam, hogy a fék szakma az kiflizelődő. Jaj. Megmentelek, Dave! Köszönöm! Baxi a pindur-pandur itt életet ment. Baxival most jelentették, hogy pizzú. Kicsi. Igen. Na? Most van 99. Mindig 99. Esküszöm, ez bele van programozva a játékba, hogy ilyen. Hogy akkor meghalljuk. Veszik át, igen. Igen, amúgy. Ilyen 10-ből 9 alkalommal ez van, ha valamelyik csapat eljut 99, akkor a másik hirtelen átveszi tőle. És tényleg amúgy. Igen. Nem fogod átkozni. Ó, átfogatkozni. Én délben jártam, úgyhogy 99-nél voltunk. Egyetlen robbantottam. Megvan, mert megöltük! Oké. Nem, ez a szomorú, hogy még szart se kapunk, tehát még egyszer ezt meg kell ismételni. Még egyszer meg kell csinálni, igen. De ez meg is jól menne. De GG, mert a GG gyerekek legalább lássa a chat, hogy mi élünk. Megint a halasat kaptuk, nem áll? Várjál, ez halatlan. Ez a hal. Ott a sok hal. Pati! Mondjad! Lekapilod a halakat? Mit csinálok? Van a halakkal? Várkálok a halakkal. Mi történt? Valakit nem értek. Gyerünk, gyerünk! Mozgás! Azaz, pörögjünk! Két százalék, 2%. Százalékonként kell fingelni. Júj, itt van vannak. Meghát. Nope. Ott a Pityu vagy nope. Mi a neve annak. Egyik meghalt, a loserrák. Úgy, úgy. Én is meghaltam, én is egy bízer rák vagyok, így érzem. Ki köhög ennyire szegény? Jaj. Meg ne fújjál, így el vizet.
jó vagyok. Pati, fizesd be a Steven bottnak. Úgy szólj mindig. Steven bot, kérem, meg fizetek. De akkor maskanni mögöttetek. Maxat mindig fizeti a Steven botot. Én nekem ingyen dolgozik. Ja. És annyira kerül. Az én előfizetésem alá vettelek, azért van. Ja, értem. Ott van hátulról, bántják a Dave-et, köszönöm. Szerinted miért vesz Dave Boxit folyton kártyákat? Ja, értem. No. A diván. Ne. Mindig odaadja a Steven botnak az energy-t. Hoppá, megint ott van hátul. Mindjárt meghal. Ez az... Nagyon szépek vagyunk, nagyon jók vagyunk. Év, rád robbant egy cé. Bomba. Egy bomba. Hoppá, viszontlátás a Baba Player. Baba Player? Az a neve. Ez egy szép. Hogy a bárk sarokba. Na gyerekek, 86. Amúgy szerintem ti kimeltek, én itt halljak a sarokba. Látom. Ott jön! Töltöttetek a sarokba. Meg itt van lent is egy. De engem 99 megöltek. És megöltek! Ne, ez annyira tipik. De már megint idazinni mindenki iszik. Ott akkor amúgy egy hasonló pályán voltunk, ugyanúgy 99-nél átvettük. És akkor beírta az egyik a chatbe, hogy megvan, hogy kell nyerni, 99-nél nyomd meg a Q-gombot. És aztán következő körben meg nem tudták 99-nél átvenni, és mondom, nem nyomtad meg a Q-gombot. Ne. Hát amúgy innen vissza kell vennünk, mert ez a legdűjítőbb, hogyha itt bukod el. Majdnem kiadottam. Ugye ez ott állam is, nem lehet, hogy egy meccsben voltunk. Lehet. Nyomtam egy ultimétet. Vegyük át. Ezt átvesszük, meg vagyunk gyerekek. Át kell venni, mint a matek házit. Igen, témazáró előtt. Felkészülés, megvan. Yeah. Win! Tessék, megvan a victory. Ja, ne üvöltözzek ilyenkor, mert átjön a szomszéd. A szomszéd nem jön át, mint már összecsomagolt és elköltözött. Na. De Isten már megijedt. Én Battle Mercy-vel nem vagyok barát, mi tudjuk egymást sem dorszolni. Így van. Engem nyugodtan árabolhattak, havonta egyszer láthattak fent Overwatch-on. Ez a szombra ez ügyes volt. Ez tényleg kapott jó volt. Kapott tőlem egy endorsementot. Nézd oda, meg oh. Lett a GG. Na. Meg lett végre a Heroes of Antarctica. Na. Megy még ez a csapatta, ez a pálya, csak tartok egy gyors pisi szünetet, addig székláj, addig tudtok beszélgetni. Elindítsam szerintetek, vagy egyből talál meccset? Pálni fog jobban. Most mi ne? Ne indítsd el, gyere, inkább menjél. Jó, sietek vissza. Szerintem, ha elindítja, akkor csak azért is először. Igen, én is erre gondoltam, hogy akkor biztos fixen talál gyors egy izét. Csapatot. Addig mindenki így jön. Jó. Vagy kérjetek, mézed Melpsitől. Jó, én kérek. Valaki megvette azt a skint? A méhecskét, igen. Aha, na. Ja, az jól néz ki. Azt kapnak. Úgy voltam vele, hogy amúgy jobban megéri. Tehát, hogy akkor lényegében a Battle Pass-nak az árát odaadja, meg kapsz egy skin, meg egy charmot. Igen. Hogyha amúgy is megveszem a Battle Pass-t, akkor inkább így veszem meg. De amúgy még az is nagyon megérte volna a Beekeeper-es izé. Mert az is sokkal olcsóbbra jön ki az a csomag. Mint hogyha ez csak nem szeretek előre megvenni 20 szintet. Ja, mi történt? Bocsi, lemaradtam. Hello, Dave. Ja, ahogy mondtam, hogy a shopban ugye volt két csomag. Ja, ugye amelyikben adsz szintet, aha. És akkor az is igazából nagyon megírja, amelyik adsz szintet, meg a Beekeeper skint a... hogy hívjáknak, mert az is sokkal olcsóbban jön ki, mint hogyha ezeket a dolgokat külön vennéd meg. Meg a Mercy is jobban megett, hogyha azt veszed meg, mert végül is 1000-be kerül a Battle Pass, azt úgyis elköltöttem volna, és akkor elé
ilyenes skin, meg egy izé beach. Ez most hol volt amúgy a shopba? A shopban. És akkor úgy vettem meg a battle pass, hogy akkor megvettem a skint is, és akkor technikailag arra fizettem. De még külön megvetted ezt? Aha, van ez a Starter Pack Season 3. És akkor abban lényegében ugyanannyiért odaadja az ezret, azt hiszem, mint amennyire amúgy is kerülne az ezer. Csak hozzácsapni még egy. De ez hol van a starter? Én nem is látom. Jobb felső sarok. Ja, aha. Ez a méhecskés Mercy skin. Egy dolog miatt nem vettem, kettő dolog miatt nem vettem meg ezt a Mercy skin. Az na. Egyik annyira tetszett, illetve a másik nekem, az Overwatch League-es skin megvan a lila. Ja, a hát akkor igen, ezt nem lehet überelni. A passnál pedig az 1000 coint nem kellett, mert 200-at kellett csak, és így az 500-asat feltöltött. Mondjuk annyiba praktikus esetleg nekem későbbiekre megvan, hogy akkor fixen a kövi Battle Pass megvan. Nekem most 1600 coinom van, mert farmolok a Edge-en keresztül. Uh-huh. Kb. Minden, hogy olcsóbban tudsz pénzt szerezni a bejátékban, mint játékkal. Mint játékkal? Mondta volt a hírekben, hogy ha bobozol, akkor is gyorsabban tudsz Overwatch coin szerezni. Ne. De. Kapcsolok egy kis fűtés, vagy most ez mi volt? Hozok megint Anát, azzal egész jó voltam. Na. De akkor szegény Ana elmenni nyaralni. Igen. Kinek az anyja? Mindig arról beszél az Anna, hogy egyszer végre el fog jutnia nyaralásra, amit már megérdemel, a nyugdíjat megkapja. Mert ez ugye öreg asszony már. Hmm. Amúgy nekem a kedvenc Mercy skinem az a Dr. Ziegler. Nekem az jobban tetszik, mint ez a... Tudom, én nekem ez a kedvencem, mondjuk meg a téri. Ez a teljes dolog. Tényleg jó néz ki ez. Nem tudom, nekem Mercy-ből az Imp. Lila. Imp. Skin. Meg a Luna. A Pink Mercy kinek van meg? Én annak idején sokkaltam azt a kötelező donétet érte. Mert mennyi volt előtte? 4500 volt. Aha. Alapvetően nem bánom, ha donételni kell, de az nagyon sok volt egy... Nekem meg volt, Baxi. Nem kapta meg az OV2-ben, de kifizettek a Battle Pass. Nagy pénzt kaptam érte. Várjál, oldalról megint bántanak. Meg is öltek oldalról. Nem bántottak engem is. Megbántottak téged is? Kilőtt engem. Oldalról ott van valami bohos, vagy bokus, vagy ki a szar, aki leszed. Egy ilyen low light van ott. Low life. Ó, Istenem. A starter pakon elgondolkozok, hogy ha meg lesz a BP vége, vagy a fele, hogy a praktikus az... Mert amúgy én néztem azt a skint, hogy jól néz ki a méhecskés cucc, de én nem is figyeltem, hogy ad hozzá ezret. Én már múltkor is így vettem el a két előző battle pass, hogy mindig megveszem a starter pakot, mert akkor egy skin a starter pak árát úgyis ki kell fizetnem, érte? Mondjuk ez kb. Olyan, mint Fortnite-ban a Fortnite crew, hogy az is megéri, mert benne van alapból a BP, ha bejön az új. Plusz 1000 V-buck, meg a skin. Hát csak előző seasonben olyan skin volt, ami már ha játszottál az egyet, meg tudtad szerezni. Aha, az annyiba rossz, aha. Hát csak annyi jó, hogy... Nem tudtak életbe tartani! Megkaptad azt. Azt a pénzt megkaptad pluszban. Ja. Bejöttem, hogy itt halljak, és akkor robbanok, akkor kicsit sérülnek, de... Azt írja, hogy 3 nap múlva refresh-el a shop, akkor lehet, hogy más lesz benne. 3 nap múlva lecserélnék a starter pakot. Azt szerintem nem változik meg, az legalábbis múltkori szezonokban se változott. Szerintem is stabil, mármint egy Fall Guys-ba is belegondolva, 1 hónapig vagy 2-ig benne van a starter cucc ugyanúgy. Ott is van már ilyen. Az alsók fognak változni. Csárgyolta izé Reinhardt és kapott egy altatást az arcába. Annyira fura így hallani a nevét, nálunk volt az egyetemen egy német tanár, akit Reinhardtnak hívtak. És mindig az jut róla eszembe. Ilyen 50 körüli szemüveges, kopaszodó bácsi. Lelőttem a laviletet. Most láttatok volna, mit csináltam. Na, mit csináltál? Ott van fönt. Elmentem a divára, és elnyomtam az összes létező gombot a kontrolleren. Basszus, nekem jöttek. Ne, Reinhardt. Oh.
Most na, kíváncsi leszek, hogy most tényleg összejön-e azok a crossover-ek a Nintendo-val. Mire gondolsz? Hát régebben volt ahol az, hogy leszek ilyen egyedi Nintendo-s skinek. Ilyenkor nem volt rossz, csak te, hogy fanok szerettek volna korábban, és én legalábbis nem emlékszik ilyenre. Elbuktuk, szép. Ez gyors volt. De hogyha már van Punch-Core Silverben, akkor a csomó fajta lehet. Szóval, örülnek neki a végülnének crossover skinek. Baxi, a mostani Nintendo reakcióm volt valami érdekes cucc? Játék, ami jön. Hát, nem olyan, ami... Olyan, ami neked érdekes, azt így most így hirtelen nem tudom, de bekerültek a Game Boy meg Game Boy Advance játékok az Nintendo Switch Online-ba, ami nagyon jó dolog. Mert akkor remélhetőleg be fog kerülni előbb-utóbb talán a Pokémon Game Boy Advance játékok. Ezt akartam kérdezni, hogy akkor azok bekerültek-e? Azok még nem, de lehet, hogy még be fognak. Ú, de jó lenne, akkor azokat is végig tudnánk tolni. Mondjuk retro, de akkor is. Amire az adtak feliratok. Várjatok, nem hallom a Patit, és ő nem tud kiabálni. Mondd, Pati. Mindegy. Jó. Csak az emoji-t akartam mondani, de mindegy. Mit? Az emoji-ról akartam mondani, de mindegy. Á, basszus. Hogy van itt valami? Nem akart. De mi a szar szed le engem egyfolytába? Ja, az a lovely. Leginkább az a nem itt én. Folyton bent volt a TNT-be, Dave. Azt sem tudom, mi az. Bomba. A bomba. A bombában mindig bent voltál. Azt sem láttam, hogy hol van. Tehát nekünk is kéne hozni még egy tankot. Hát lehet. Hát ha tud valaki szupportozni helyettem, hozok én tankot. Átveszem. Oh. Hozom a Mercy-t. Hoztál volna a Mercy-t. Csak kihez menjek? Olyan büszke vagyok, hogy elhajtottam a Reinhardt, miközben rám chargeolt, de senki nem látja rajtam kívül, hogy mennyire ügyes vagyok. Én láttam nagyon szép volt. Köszönöm. Foxy, kapod a buksi simit. Megmentettem a saját életemet. Leszednek. A másik es az hogy repül? Fellövi magát a izével. A shotgun lefelé tartja. Várj, akkor megnézem, hogy így lehet repülni. Ah, jó, ez a meccs, ez már bukta. Ne add fel, sose add fel. Hát de nulla száll, ja, bocsi, te igaz 99-en. Dave, ne legyél Mr. Negatív. Te ma az vagyok. Legyen Mrs. Negatív. Mrs. Negatív jobb arc. Azaz. De mindig valami tető van felettem. Tető vagy tetű? Tető. Tető. Hey. Majd repülök. Hui. Hula hopp. Ó, oh, ellök az a... Áj, nem oda akartam lakni. Már megint elaltott a szegény Reinhardtot, már háromszor altattam be charge-olás közben. Hogy utálhat engem? Á, leszedtek. Itt szerezzük a legtöbb ellenséget. Hát, hogyha négyen vannak ellen, az nem... Nem az, hogy nem szokták azt csinálni, mint egy Unite-ban, hogy az elemi csapat bejelöl barátként. Ez mély baj. Akkor itt is elkezdem a gyűjtést. Ja. Igen, mert én minél először, hogy mindig bejelöli a ellenfélket. Most adok 111-ért. Az szép. Követéből ölésen.
De múltkor, amikor izé játszottunk, egyszer volt, hogy az egész csapat bejelölt. Nekem is volt, hogy engem is bejelölt az egész csapat. Annyira jó voltunk, ennyi. Igen, és az ellenfel csapat is. Nekem is volt a Charizardos is, meg mindenki nyomta rám. Mindent elutasította. Mocko, Maxival így tudtuk megállapítani, hogy botok vagy nem. Ja. Jön a Reinhardt hátulról. 99%-on vannak. Nem baj, most már lesz együtt ezek. És ő végén kiderült, hogy nem botok voltak azok az elemik, hanem kezdők. Ó. Hát van ilyen valahol, el kell kezdeni, ahogy Baxi szokta mondani. És a robotom az hol van? Ott van kint, a Bob. És Bobek. Gyeri, diva, oh no! Hol van? Éleszteném, de nem látom a holttestet, meghaltam. Nem, még nem halt meg, csak a meket hagyta el. Jó, én azt hittem. Na, jött a Bob, meg kaptunk egy ulti. Ne, 99-en vége. Ezt már nem fogjuk tudni visszavenni, mert nem tudunk berohanni. Nem érünk oda. Na, ez volt a legszarabb eddig, ilyen szempontból. GG. Ez egy hajszálon múlt. Ez a második volt így a csapatváltásnál, ugye? Szem igen. Akkor jön egy harmadik ilyen. Meghalt Dave. Igen. Meg én. Mindenki is. Kettő volt ez a mappon nektek, meg volt egy tologatós. Nem. Volt a harmadik. Vagy volt, akkor ez volt a harmadik. Volt egy robotos. Igen, ez a harmadik volt. Akkor van itt még olyan, aki visszajönne? Én itt hallom, Zsolt, itt vagy még? Itt. Akkor kettő Zsolt, ember cserélhetünk. Igen, lecserélhettek, mert én másokat voltam. Jó, akkor Baxi meg Pati helyére gyertek. Várja. Most, és akkor megnézzük így, mit alkotunk. Amúgy valaki azt mondta, hogy van ez a hero pack is a shopba, amiből be tudod pótolni az új hősöket. Igen. A Kirikó Soldier-re, Matra Junkerként is, meg ad Overwatch coinból ezret. És ez valakiknél glitchelt és nulla pénzért lehetett venni, és akkor csak ingyen odaadja a pénzt. Hol? Szóval nézzétek meg, hogy a shopban van egy ilyen, elvileg 20 euró lenne alapból kiírva, de hogy valakinek, akinek már megvan a négy karakter, annak ingyen odaadja néha a pénzt. De nekem meg valamiért hibás, hogyha már... Nem olyan meg, hogy... Yes. Nem, hogyha itt írja, hogy ki, azért akkor nem, nálad nem vonja le. De, mondtam én, mondták, hogy konzolról belépve néha hibásan írja, és akkor az van odaírva, hogy nulla, és átveszed, akkor csak megkapod a pénzt a pakból, és nem kell semmit. De ez mi van? Úgyhogy nem tudom, hogy azóta ezt javították, és csak ezt most terjedt, hogy ezt pár embernél bugos, aztán át tudták venni ingyen az 1000 coin. Nekem amúgy az van odaírva, hogy, hogy megkaptam az 1000 Overwatch coin, szóval nem is értem. Az igen. Maradjon ez a pálya árkádból, vagy nézzünk más árkádokat? Csapat. Mindegy. Akkor te vagy a főnök. Maradjon ez, mert azt mondtuk, hogy kell a 3 győzelem, 1 volt. Legalább szokjuk. Meg, ja, azt akartam, hogy legalább hozzászokunk. Hát én elmentem hard botok ellen játszani, hogy eddig is csináljak valamit. Uh-huh. Próbáltam a little botokat, de azok már... Uh-huh. Az aim botosat nem is tudom, mi lenne. Na, Holly John, üdv itthonról. Na, akkor most értél haza? Jó pihit. Hétfőn megyek a DPD-hez. Miért? Hát, oda akarok menni most dolgozni. Ugye? Ja, erre nem, ezt nem értettem, hogy csomagod jött vagy. Igen. Nem. Itt közel hozzánk van a DPD, és éjszakásnak akarok menni este Raptárba. 8-tól hajnal 4-ig. Aha. Az jó, jó hangzik. Hát sok sikert, hát reméljük, hogy azért lesz állás lehetőség, vagy hogy felvesznek. Én is remélem. Nem tudom, hogy ott mennyire van emberhiány, mert azon is múlik azért. Ha maradok most Junkrat, csak ki legyetek profitak. Hát ez olyan, hogy sok minden, mondjuk figyelj, mondjuk ez ugyanolyan, mint a gyári meló is, hogy ugyanúgy a Richter is keres folyamatosan, mert senki nem marad egy hónapnál tovább. Hát az az. Az az.
Nem hiszem el amúgy, hogy napi szinten kapok 3 levelet arról, hogy tudtad, hogy megjelent az új Harry Potter játék? Vedd meg! Tényleg? Igen, mert egy csomó olyasmire vagyok feliratkozva, hogy digitális játékokat árul, és mindegyik eszre krámozza az összes játék volt. Hát Baxi, amúgy tudtad, hogy megjelent a... Ja. Tényleg, Baxi, holnap új játék lesz a csatornán, olyan Harry Potteres. Inkább most jelent meg ez a Hog dupla varcs. Hogwarts, ilyen legós, legaci, legóci. Igen, a legóci, azaz. Igen, ez ilyen, olyan, mint a Lego Harry Potter, csak szebb. Amúgy magyarul milyen jó címe menne, Roxford öröksége. Nem fura. Megcsinálják a magyar szinkron, lehet. De, nem hiszem. Azt tudtátok, hogy a Ron Weasley-t játszó színész hogy nevezte el a kislányát? Nagy. Wednesday-nek. Ma olvastam róla a cikket. Ha nem lesz magyar szinkron, akkor megcsináljuk. Már hogy elvileg csak azt nyilatkozta, hogy sejtette, hogy ez a név megbecsült lesz, és most, hogy a Wednesday felkapott, akkor így jobban örül, hogy az a neve a kislánynak. Ennyi volt a cikk lényege, de hogy... Ja, hogy már korábban nevezte el? Hát igen. És hogy ő biztos volt benne, hogy a Wednesday név még egyszer valamit elér. Hát... Érdekes. Következő név adal péntek lesz. Még mindig örülök azokon, akik annó elnevezték a gyereküket Kalesinek a trónok harca után, és ugye a végén nem éppen jó csengése van annak a névnek, mert kicsit megőrült Charles-i. Nem, alapból nem volt normális, aki Nintendo-nak nevezik gyereküket. Hát nem, és milyen napod volt, John? Hosszú volt a munka, tűrhető, elment? Ja, hogy csak egy idő voltam itt a ponton. Igen. Megyek vissza, ne aggódj. Hanzót kerget. De nem érte meg. Nekik is van Junkratjuk? Valami lövéseket látok tőlük. Szerintem nem. Mással csinálja. De van Junkrat. Van. Jaj! Hosszú volt. Hát félj, akkor legalább ki tudod majd pihenni magad. Nagyon hideg van amúgy kint. Tehát, hogy napközben nem is, de reggel, meg mikor este jössz, mész, akkor rohadt hideg van. Most kapcsoltam be a fűtést, mert most már itt is éreztem, hogy kezd lehűlni. Leszarom a villanyszámlát. Meg lehet fagyni. Bekapcsoltam a számítógépen a turbo üzemmódot. Na, tök jó, Pati, majd küld el nekem, aztán megnézem. Live után. Nincs healer velem, nem tudom ki a healer. Én egyedül. Ja, akkor az a baj, hogy egy healerünk van. A mocskos... Hanzo. Mocskos Hanzo. Utánzo. Nem. Végighúzta a kúzolt, amel mentem. Falon keresztül. Ja, szép. Azt mondom, hogy reportod. Próbálom elvenni tőlünk, de esélytelennek érzem healer nélkül. Na, kaptam healt. Ki ez? Köszönöm. Végre. Ez a kira gondolom. Vagy az Emi. Sokan vagyunk. Ja. Hát én örülök, hogy saját magam a healerem. Hoppá! Hirtelen kaptál heal. Igen, hirtelen. Ez olyan titkos volt, ilyen silent heal. Jó játék az. Van meg a megint. De miért jön mögém ez szemét? Bámulja a popómat. Csak azért. Mocskos kis hobbitok. Gyere a dovéba egy medve. Na a gól, ha már jött a Hogwarts Legacy, de a gólam az meg csúszik, pedig év végére mondták tavalyra. Az kijön. A 13 óta csúszik. Ja. Csúszik a gólad? A gólam. Igen, az én gólam. Miért lett olyan? Hát igen, lesz, ahol a gólam lesz, meg hát a grafikailag eléggé tényleg 2013,
de hogy már tavalyra megint mondták, hogy decemberben kijön, az cseszett kijönni. Meddig tervezel live-olni? Nem tudom, még a többiek is ébren vannak. Hát ilyen max éjfél egyébként, mert 7-kor már lesz a forti holnap. Aludni is kell addig. Mert utána meg délután meg toljuk a Hogwartsot végig, úgyhogy holnap az hajtós nap lesz ilyen szakban. Szóval végig, toljuk végig. Persze, végig játsszuk. 99-99 roham. Na mondjátok, hogy mindenki halt. Haltam meg. Na, a sárkányt kinyomta rám. Itt végem, nem értem. A Hanzo. Igen. Nem úgy, hanem hogy kinyomta. Ez majdnem. Ez egy ilyen rip GG-s effektus. Köszönöm, YouTube. Mit? Most kaptam meg az étecsített Maxi Live-ból. Az szép. Tehát az nem most volt. Az... talán kedvem. De legalább kaptál. Olyan, hogy mutkom okay. Még például a... mit közzétettem, mint a senki lánya megvágott FIFA-s cuccot, arról például még a mai napig nem kaptam értesítőt. Csak hogy tudjátok, mennyire vagyok most így nem itt, vagy mennyire vagyok fáradt, vagy nem tudom. Az egész meccs alatt azt hittem, hogy még botgémezek. Ne. De. Lehet, hogy ezek igazi emberek. Meccs végén ránéztem a másik monitorra, hogy mit csináltok, és utána néztem, hogy... Hogy ja. Ez te voltál. Akkor van egy kis fáradtsági szint. Igen. Pedig nem érzem magam annak. Hát attól függ, hogy mennyit pihentél, mit csináltál ma. Na nem, mondom, agyilag. Ja, agyilag van olyan. Agyilag vagyok lefáradva, úgy látszik, nem testileg, ilyen agyilag. Jól teszed, Pati. Pati, Pati, Pati. Azt hittem a Money Money, hogy Pati, Pati, Pati. Én is azt hittem a új színek alatt. Én is azt hittem írtelen. De hallod, Pati, így el vagy, én nem tudom, hogy megfáztál, vagy mi van veled, de meg akar fúlni. Meg akar fúlni. Figyelj, én akkor vizen fulladtam meg, szóval... Ne fújjál meg, mert nem lesz moderátorom. Mit? Este van? Hát jó, de azért a Fortihoz többen kellenek. Jó, meg az édeskert is végül is itt van, de... Azért a... Pati, ne fulladjál meg, mert a te kezedre vannak fölírva. Meg a homlokára, meg mindenhova, tényleg. Most többé lejött kiásni téged a temetőből, hogy megnézzük, mi volt felírva. Baxi arra akart utalni, hogy szüksége van a testedre, csak ez így furán hangzik. Már szóval Pati a szükségszobája MF-ként. Igen. Oh-ho-ho! Így röhögött valaki, hogy halt meg. Mi történt? Támadnak? Meghalt. Ja, azt mondtad, meghaltál, nem értettem. Sokan vannak. Igen. Vaka, vaka, jé. Na, rádió lett a Émi. Jönnek itt a dalok. Amúgy esélyünk nincs. Ja, most fordítunk, vagy mi? Na, mondj ilyeneket. Jó, akkor van. Oda nézzé. Nehéz amúgy nagyon ez a pálya szerintem. Ott van fönt. Mindjárt fellövök én oda neki olyan csillagszórót. A kinden tudva. Olyan rossz, én nem tudok ennyi idézetet majd a Harry Potterből, majd csak játszunk, az kész. A legjobb Harry Potter-es játék volt a Harry Potter 1.
Aha, persze, a lizéket kellett gyűjteni, babokat. Aha. Jaj, arra emlékszek én is. De a magyar szinkronnal voltak, azokat szerettem. PS1-esre gondolok. Na. A hágin úgy érzett ki, mintha a baltára fogták volna ki. Ja, igen. Hello, Harry, it's me, Hagrid. Mondjuk én csak a magyar szinkronosokkal játszottam, úgyhogy azt nem tudom. Az ötödik rész. Én minden verziót kipróbáltam helyi Szabad potterben. Kérdezni a Crash-t, mikorra tervezed? Fingom nincs, most fel vagyok töltve kb. Nyárig. Hála nektek. Majd amikor eltoltuk elég sok én sem vagyok fáradt. Amikor eltoltuk elég sok izét, és utána az izé, majd amikor, mit tudom én, volt egy ilyen 10 Hogwarts, végig toltuk a Plague Tale-t, meg még mit tudom én, mi van fél, a Goat Simulátort befejeztük, majd talán utána, de lehet, fölbaszom magam, és akkor meg hamarabb lesz a Crash. Mondjuk az ilyen játékok helyett, még mint ez az Overwatch. Ilyen helyett. Simán. De ez, nézd meg, csak a feszültség, a stressz és a negatív... Megint kérdez az alapvállalkozónak, hogy fejezze be helyetted a munkát, mi? Ja, igen. Hát van, aki jobban játszik, mint én. Nem is értem, miért nem ő ül itt most. Meg kéne fejezzed a kedvenc játékodat. Az melyik? A Dying Wondot. Jaj, még az sincs kész, tényleg. Mondjuk mellette szóljon, hogy amíg nincs új pokés játék, addig tökéletes. De ott a Nuzlocke mellette, az jobban érdekel. Ahogy pont ma dobtam be még egy játékot a ajánlóba. Láttam, amiben... de az meg nem tudom, az ingyenes? Vagy hát... Egyelőre demo van, meg még szerintem lehet igényelned, hogyha te valami streamer vagy, hogy bemutatnád. Aha. De még nem jelent meg szerintem. Csak láttam, hogy snowboardozó kapibara van benne. Az mondom, jól az néz ki, való. Igen, azt én is láttam. Csak az is, hogyha közösségi, akkor hogyha más is játszol. Nekem az a bajom a legtöbb játék, ami közösségire jön ki, és nem szóló, hogy akkor az akkor jó, hogyha nektek is van, de mindenkinek nem lehet. Akkor kéne akkor tolni. Ha nem ingyenes. De amúgy a Crash Mutkon nézegettem, hogy azért tisztában legyek egy-két pályával. Lehet, hogy valamikor benyomom, tehát ha annyira Rage Game-re vágyok, akkor benyomom. Tehát, hogy... De az a baj, mint mondtam, John, csak nem volt-e itt az elején megint, hogy február az kibaszott rövid, és nincs időm arra, hogy a normál játékokat betegyem. A három Fortnite-tal vért izzadok, hogy a support creator-höz meglegyen. Konkrétan. Azért tettem be holnap reggelre is az egyiket, mert az is nagyon nehéz így, hogy 29 napos azt hiszem csak a hónap. 28-as. Igen, abból én 10-et vagy 9-et dolgozok, akkor egyen koncerten leszek, egyen jön a szüli napja, tehát hogy nekem így most ez a hónap írtó fele annyi lehetőségem nincs live-ot tartani, mint egyébként. Ezért nehéz. Várjál, koncerten. Aha, kasza koncerten. Jó, kasza Tibin? Kapa koncert nincsen? Az nincsen. Kaszán, már megvettük a jegyeket, részben ez kapja ilyen a születésnapjára, és akkor úgy van, hogy 5-től 7-ig challenge-es beszélgetés, 7-től 10-ig koncert, és utána pedig fotózkodás, meg ilyenek. Nice. Kaszán, mit tud érekelni? Hát Kaszának amúgy jó hangja van, ne viccelj, én szerettem mindig is. Szerintem igen. És akkor... Remélem jobban tud érekelni, mint főzni. Hát azt én nem tudom, nem láttam főzőműsorba. Úgyhogy jó lesz attól független. Hát elvileg ugye lesznek a kristáldalok, a saját dalok, meg még pár feldolgozás az előzőn. Például a Shallow volt, amit énekelt. Költözzel. Nem értettem a felét. Inkább énekelje a költözzel. Na azt például szeretem, azt ne tudd meg, hogy a szomszéd mikor itt nyomatta, benyomtam max hangerőn. Azért, ha már zenéről beszélünk, a zenét, amit hallgatok egyik csávon, akkor ilyen hangja van, mint Amy-nek. Mit hallgatsz, metált? Nem. Szerintem a Onyx Star Slam-et hallgatja. Igen. Pontosan. Amúgy meg közel sincsen a metalhoz. Hogyha ennyire visszatérve, ennyiben rossz, hogy nagyon nehéz beosztanom, hogy miből tartok live-ot és miből nem. Sokkal jobban szeretem, mikor van mondjuk fixen egy hónapban 15 lehetőségem, és akkor simán beleteszem a szóló játékokat, a közösségit. Vadnak hívják az egyiket.
gyanús. Hogy magyar? Aha. Azt olyan jó, hogy... Zambó, Jimmy, messze nem volt Zambónak ilyen hangja, mint az Aminek. De a Jimmy sorozat szerintem valami ocsmányfos, tehát én megnéztem két részt, és, vagy háromat, és nem bírtam folytatni a magyar sorozatot, amit most róla csináltak. Alpári szar, tele van káromkodással. De ami most elve a fiataloknak kell. Hát de akkor is szörnyű, nekem ez az a vélemény. Tehát szomorú, hogy ez kell neki. Ajjaj. Ikonyád. Nézem, hogy a többi esetleg magyar-e. Ikonyad. Na nem tudom, nem hiszem. Oh. Sir Thomas. Az még lehet magyar végül is. Sir Thomas? Aha. Nem, azt hát a gőzmozdony. Jaj. Sir Thomas. Hallom, haltok. Thomas a gőzmozdony. Egyedül maradtam, nyilván meghalok. Ja, nem tudtam, én jöttem vissza. Fent állok közép, és hogyha hárman lőnek, áááá, és mit csinálják? Ez a Mercy mit akart? Én nem egyes tudom, mert megyek vissza. Egyes az arcomba lepült. Lehet át akart váltani fegyverre. Én szoktam néha, de nagyon ritkán. Ez simán felém repült. Azt mondja édesanyám, hogy láttad, hogy 150 forintért lehet majd utazni a Valentin napon a BKV-n? Ah, no, szuper. Hát ez az most miért jó nekünk? Tehát, hogy... Aki egyedül van, az a kezdjön el BKV-zni, hát ha talál végre valaki. Ezen gondolkoztam, hogy igen. 150... Rengetegen felajánlják, hogy van február 31-re jegyük. Franciaországba, csak már nincsen rá izé idejük elmenni. Jaj. Valamint Baxi, menjünk el. Menjünk el, utazzuk körbe az egész izét. Meg... Ahogy figyelj, Pokémon gózáshoz még lehet, hogy jól is. Hát de amúgy egyébként meg van bérletünk, akkor minek? Nem mindenki van bérletünk. Valaki komikusba dolgoznak, és nehogy rád küldjek egy BKK ellenőr barátomat. Van nem mondtam, hogy bízterek attól, hogy nem veszek bérletet, ja, attól, hogy még veszek egyet. Igaz. Szóval. Az a legjobb, hogy simán tudnék Mongooftát, aki most ott dolgozik. Vagy na, GG. Csak kettő kell. Egyébként ez a Valentin napi akció a BKK-nál annyira nem rossz. 150 a napi jegy, ami egyébként... Ja, ja mondjuk, ha napi jegyet nézzük, akkor lenni. Igen, akkor mondjuk jó. Igen. Egész nap 150 forintot össze-vissza tudsz utazni Budapesten. Ami akció amúgy most nem rossz, ez például a GameStar-nak van akciója a KFC-vel, hogy GameStar nem tudom mit be kell írni, és 20%-os akciód van. Hova kell beírni? Hát, ha veszed, akkor mit tudom én, Netanrendelbe vagy átvéve. Igen. És van egy ilyen bónuszkód, gondolom, vagy valami. Aha. De azért 20% az 20%. Persze, az nem rossz. Meg állat, az állatkertbe, ha valaki szeretne menni, az négy napig egy-egyedbe lehet menni két embernek, ha megadalítek egymást a kapiban. Ja, soha. Hát... Egyszer volt az állatkertbe, nem engedték, hogy hozzam a lábát. Biztos, hogy nem ölelek meg senkit. Én nagyon szívesen bemennék, ha melegebb lenne, de ilyen hidegben megy a halál ki az utcára. Öleges, és sárk, ha meleg legyen. Könnyebb hozzá a pingvideket. Meg tudom nézni, hogy tényleg nem madár. Mert hogyha érted, tavasz lenne, akkor azt mondanám, hogy jó, akkor Janába elmegyünk, mert miért ne szeretjük az állatkertet, de ilyen hidegben a franc fogod kínálni a ketrecek előtt. Hát konkrétan konkrétan a boltig nem akarok lemenni, vagy a busz megállóig, mikor dolgoznom kell ebbe a hidegben, nemhogy még állatkertbe menjek. Köszi, John. Én nem megyek állatkertbe, nekem elég volt, mikor egészen elszabadultak a cirkuszba az állatok. Ja, hogy a GameStar 20 akkor... Köszi John, igen, tényleg. Igen. Az hasznos lehet.
Johnny, jön hátba. Ki jön hátba? Az ott fent. Ezt pedig jó lenne lehozni. Jövök fel. Az egyik meghalt. Nem bírok el vele. Nekem fáj a fejem egész nap. Nem, Patinak is fájt, mondta is, hogy vedd be gyógyszert. Biztos front van, vagy nem tudom. Próbállak védeni. Futás. Jobb, mint az oszlop. Ó, nem, jó. Lejárattik. Merről jönnek? Ó, ott fönt. Ó, basszus. Jó, a vad meghalt megint. Falattunk a junkert. Ott a íjász fönt, vagy mi a szar az? Íjász. Majd ők. Meghalt. De én is. Olyan kancsa nem lehetek. Most még jó állunk, 66. Még nem 99. Nem, hogy nem nagyon már kijönni az. Dehogy nem, most jött ki. Ja, lejjebb jött az íjász. Személy. Megérte neki. Most meg felrepült. 93%. Azt hittem az íjászát, azt fogod mondani, Ivi. Az persze. Az Ivi. No! Lejjebb már. Jééééé! Win! Nem azt jelenti, hogy mehetünk aludni, ugye? Nem, mert még nem akartok. Még Állom, egy kell, nem? Mi még nem, egy kell? Még egy kell. Igen, három kell ahhoz, hogy meglegyen a küldés, ez még a második. Ha. Jó, milyen emlékszel. Milyen küldést kell nektek három? Ja, az éjjel összezonáljuk. Hát azt mondtad. Ha, igen, igen. Hát ez a második volt ma. Úgyhogy akkor igen, még igen. Ide kell egy. És akkor ezzel a csapattal jön is a harmadik kör, ha jól nekem emlékszel. Most lett meg ez. Na, hát ügyes vagy. Szerintem egy szerencsénk volt itt, hogy a mely szegény így látszott, hogy vagy nem a Mercy nem tudta, hogy mit kell csinálni, vagy... Igen. Hát... Ó, mióta ilyen a kupak, nem tudom, hogy ti szeretitek-e, hogy ez a ne csavard le teljes a kóláról a kupakot, most vizet töltöttem belőle, de valami nem tudom, nem szeretem. Ez a fekete ne csavard le kupak. Ne hagyd el a kupakot. Azaz. Én mondjuk a reflexben, amikor Baxi hozta a kólát, reflexben úgy lecsavartam, hogy a kezembe maradt, tehát ennyire nem túl stabil. De ezen a kicsin nem esik le. Azért van, a kicsin most meglepő mód rajta maradt. De amúgy kicsin nem tartom olyan fontosnak, mert nem tudom mi jó ez, de... Hogy miért kell? Nem tudom, mit védek vele. Én is ezen gondolok, hogy mi, hogy ne leesik és nem tudom felvenni a földről, vagy... Biztos az az, hogy... Nem tudod befogatni. Egyszerre újra hasznosítható, hogyha nem szeded le róla. Ja, hogy újra hasznosítják, vagy mondjuk nem nyered le a kupakot, igen. Nem vesznek el a kupakok random helyeken, meg ének. Pati nem ül bele. Nem tudom, nálam eddig se vesztek el. Én mindig ráraktam a kupakot. Én is szóval, lehet. Amikor összegyűrtem, akkor nyilván kitolom belőle az összes levegőt, igen, majd rázárom akkor is a ráteszed, tehát, hogy igen, de nem értem, hogy kinek tűnt el eddig, de hát... De látod, Joe, már mondhatnám, hogy készülök, már a Crash Bandicoot-os vizemből, vagy ebből iszom a poharamból, már lelkileg készítem magam. Tudod, miért jó az a Crash Bandicoot-os pohár? Mert így is úgy is fel fogod kapni a vizet vele. Oh, neked még ez hogy jön ilyen este?
pont az emeljén este van. Igen, amúgy akkor sokkal jobban szokott jönni. Sokkal jobb a tüt is. Igen. Baszinak a poénjai... Baszinak a poénjai, minden időszakban veszélyes. Na, ez jó volt amúgy ez a felállás, mert szépen lehoztuk így. Ez a peninszula úgy hangzik, mint valami gyógyszer. Nem mondtam, hogy nem kellett, de... És tényleg. Az éppen más módra. De a peninszulára emlékeztet. Igen, ilyen antibiotikum neve. Egyen ügyes peninszulát. Úgy hangzik, mint egy vovós véd. Nem, Baxi? Tehát mert ott is vannak peninszulák. Mondjuk még a Pokéba behozhatják, hogy Duraludon mega verzió, vagy továbbfejlődése a peninszula. Azaz, a Duraludon és a Galaventurának a fúziója, hogyha lehetne. Azért hozzá... Akkor legyen egy Diglett és Pikachu fúzió. Miért abból mi lesz? Hát elég érdekesen nincs abban a karakter. Ja, mondjuk úgy igen. Nem tudom, mivel kell integetni, szóval hello. A kezeddel. A C betű és a hello. Amúgy C hello. C betű, köszönöm. Celo. Nem kell. Érdemes, mert ugye van néha köszi meg hello. Szokott ilyen küldeni, hogy köszönni a supporternek, meg köszönd meg a supportot. Hogy kell amúgy változtatni, mert láttam, hogy van ilyen, hogy sorry. Options-be lehet szerintem hozzá. Na, az jó kérdés, tényleg. Options-be lehet. Senki nem healer? Szívesen nyomkodnám. Ki vagy? Mit szeretnél szívesen nyomkodni? Bakker, meghaltam. Azt, hogy I'm sorry. Ó, azt nekem is sokszor kéne benyomni. Az melyeket nyomkodni? Mindenkit megöltek, gyönyörű. Hát engem köszönjük szépen! Engem szó szerint szendvicsbe vaktak. Elő is támadta, meg hátulról is. Megvárlak titeket, engem én a Junkrat vagyok. Junkrat? A Junkrat, a nagy patkány. Nézd meg, innen lesz egy 80 HP-t majdnem, hát ez szakadjon belé. Hoppá, nincs HP-m. Nekem hónap lesz. Tehát már van HP-d, de még nem játszol vele, csak holnap. Igen. Na jó, próbáljunk meg valami másik tankot. A World of Tanks az olyan jó. Azt mondják. Na az a legrosszabb. Na nem, köszönöm. Nem játszanál vele? 140 fajta tank van, mindegyiknek tudom. Meg kell tanulni ott, hogy hol van a löveg, meg a nem tudom, mert mondtad, hogy az André nagy tankos volt. Igen. Nem emlékszek. Tényleg jó van az André, rég hallottam róla. Fogalmam sincs. Ja, hogy köztetek is megszakadt a beszélgetés. Még nem mondta végig az ultiát. Nem mondta. Nem. Azt hittem, hogy így nem... Kinyomta. Én még nem hallottam melynek az útját. Igen, én is arra mondom, hogy... Szerintem lehet, hogy bugos, mert mondom, az előző meccsekben se hallatszódott, hogy eldobta. Egyszer csak... Ja, pont fájleg, mire ultiztam, elnye. Meg nem lehet mindenkinek hallani az ultiát mindig, ez mióta Overwatch 2 van, azóta ez van. Nem, az az érdekes, hogy ha én dobom el az ultit, akkor sem mond semmit. Érdekes, miért lehet... Persze a Junkrat beleüvöltél világba. Igen. Persze, de ő egy helyen marad, és ő könnyű megölni utána. Igen. Hát, a Junkrat sokat hallgatta a Lulát, hallja még a világ. Jaj. Jaj. Azt hiszi, hogy nem, a másik meg a halljon meg a világ, morbid. Igen, dolog. Meg a Junkratnél a szóljon hangosan az ultim. Jaj!
Mit menni? Jégvarázsló. Azaz. Kék szemeddel égessen. De itt fagyassz le, ne égessen. Jó, szép volt. Mi az a lebegő szar? Az egy szalvas. Meghaltam. Köszönöm az élesztést, mondta a kengér. Megint rajtam a mely. Egyet megöltem. Szóval az élesztő mondta a bókus. Pusztulj! Ez az! Hát ez nem jó ötlet. De ketten túlélték. Na, két tank, jó próba. Jaj, Pati írta, hogy ha valaki kővel fejbe verni, az nagyot ütne. Az előzőt is olvasd bele, azt írtam, hogy ilyenkor ja, hogy a rokkozzen se üt akkor el. De? Mondtam utána, hogy valaki egy kővel megöltek, fejbe de én is megöltem, há, önrobbanás. Meg lesz a win, akkor az kirobbanó siker lesz. Rock egyenlő kő. Ja, jó van. Dwayne Johnson? Bírom azt a olasz izé magyarázós kezet. És ez tényleg olyan. Tudom, kapis! Rock egyenlő kő, kapis! Pati viselkedjen, vigyetjél a szívrombot! Azt nem értem, hogy merről jön az ellenfél. Ó, lentről, fentről, oldalról, mindenhonnan. Igen, mindenhonnan, igen. Honnan nem. Megint kiáltott egyet a Junkrat, mikor ultiztam. Ariaho! Haltok. Az a haltartó. Há, viszont látásra faiz. Elfaizol. Én itt maradok középen. Azt úgy mondjuk, hogy középüt. Jaj, de én pent akartam, mert pentaton. Nem. Középüt. Középün! Mit akházóval lőni? Úgy jönnek! Ne add a könnyek! Ó, bakker, meghaltam. Mindenki elment alukálni, csak négyen vagyunk. Igen. És akkor valakinél nincs is megnyitva a live, szégyelje magát. Ja. Szégyen. Öten vagyunk eleve a játékban, plusz itt a Pati meg a John. Nálam nincs, mert különben laggolnék. Hát, ja, értem. Akkor technikailag Pati, John, Dave meg én nézzük csak a live-ot. Akkor ezek szerint igen. De a telefonról még meg lehet megítni. Igen, azért a nézettség az nő, és a YouTube algoritmus. Azért megy a néző streaming. Kérem magamnak, nekem is megvan nyitva a live, most lecsekkolt. Na. Lehet, hogy Dévet nem számolja. Hát dehogy nem, rohadjon meg, számoljon engem is. Ellenőrzöm magam, de azért vagyok a workshoppal, nem a rendes fiókomon, plusz egy. Na most sokszor nem is azt jelzi, mert volt olyan, hogy itt voltunk 9-en, és eltelt fél óra, amire átírta, hogy 9-en vagyunk. Vagyis, hogy írtatok egy csomóan a cseten, és nekem azt írta, hogy jelenleg van néző 3, és írtak vagy 10. Tehát, hogy néha szeret ilyen hülye lenni. De engem számol John, mert nem egy fiókkal vagyok, ugyanúgy plusz egynek kell számoljon. Még csak azt sem mondhatnám, hogy wifivel vagyok, mert mobilnettel még az IP cím se ugyanaz. De, és te mivel akarsz zenét? Hifivel vagy wifivel? Jaj.
Au! A kobold, ez magyar more! Kobold, az a neve. Meg Mel. Egyellel. Az nem biztos, hogy magyar. Egy Mel, akkor lehet, hogy csak váltott Mel. Jaj. De a másik az a neve, hogy kobold. Hát mi a kobold? Hát, ami nem a manó. Jaj. És mi a manó? Vagy nem törpe. Ami nem a kobold. És nem törpe? És nem törpe. Akkor nem osztálytársa. Akkor, akkor ragaszpe. Az a javító, a törpe ellenfele. Na hát ez egy gyors halál volt. Na. Látom, hatott az előző beszélgetés, egyből hatan vagyunk a live-ba. Köszönöm. Vagy random valaki ide téved. Vagy most javított a YouTube. Nem, a kedvencem volt például a mai Genshin premier alatt. Írtunk 4-en a chaten, és 14-en voltunk. Mondom, üdvözlöm a 10 random nézőt. Igen, és engem. Sokat csendes megfigyelő, de nem baj, én sem szoktam szólni más streamer. A Baxinál beszélek egyedül sokat. Dehogy! Nem szokott lenni, hogy én a Baxhoz-be megyek, nézem ilyen csendes megfigyelőként, aztán... izé... nagyon jó fél óra múlva meg elmegyek. Na, Pati már nagyra nőtt, 2 centivel magasabb az osztálytársánál. Igen. Miért? Intent az esőben? Persze. Megázott. Nem kell magázni, már azért nem vagyunk olyan öregek. Jaj. Most már azért nem 150. Ezek a mai fiatalok. Ezek a mai öregek. Igen. Szar se ért az út. Hát nem nagyon szerezzük a győzelmet, pedig ez a döntő 1-1 az állás. Csak úgy nem akarok feszültséget, de hogy jó lenne nyerni. De nem tudom kit hozzak, hogy segítsek, mert úgy ledarálnak, mint az állat. És csak olyan karaktereket hoznak, amit így utálok magam ellen. Az baj. Senki nem megy le, akkor buktuk. Nem érek oda. Hát minket leszettek hámunkat. De engem is leszettek. Hát, kaptam egy ultit és ennyi voltam. Hát ez szomorú, pedig ez majdnem meglett. De ezek tipikusan azokat a karaktereket hozták ellenünk, akivel így nem nagyon kell célozni, szóval, hogy... Igen. Na, akkor most visszajön Baxi meg Pati, ha még itt vannak. Jé, két küldi, kész lett. Én nem vagyok itt, hallod? Nem. Pati, itt vagy? Tedd fel a kezed akkor, ha itt vagy. Na, Baxi meg Pati jön vissza, és akkor Émi meg Zsolt helye. Rakom. És ők 23. szinten a Battle Pass-ban. Az szép. Pati. Vagy lehet, hogy a szék magasabb 2 centivel, Pati. Az is lehet. Vagy véletlen be volt rakva a szék alá valami. Igen. Vagy piszok alatta. És ezt fogják játszani egész évben, hogy mindig ilyen papírt tesznek egymás alá. Ja, ilyen galacsony. Most már én 20 centivel nagyobb vagyok. Várj, akkor most meg lett, nem lett még meg a 3 győzelem, azt hol látjuk a szezonba? Ha belemész a challenge-ekbe, addig nem alszunk, amíg nem lesz, de hogy is. Aha. Most meg lesz, akkor utána zárjuk a live-ot. Szia, ez a Soul Channel. Hát te meg nem... Várjál, kedves Dave, te meg nem bírsz aludni? De amúgy viccet félretéve örülök, hogy itt vagy, csak hogy jött ez most? Így majdnem éjfélkor. Kedvenc, amikor így valaki így random rám ér, nem tudsz aludni? Á, bakár, nem. Szerintem de úgy viccelek, örülök, hogy itt vagy, csak 7 órától Fortnite, úgyhogy majd azért pihenj is. Mi újság? 7-től reggel 7-ig. Azaz. Nem is látom, igen, azt, hogy beírta az. De most köszönt.
a sziasztok, ott látom, csak hogy az kedves Dave nem tudni, vagy az mi volt. Nem, azt én mondtam. Ja, ja oké. Okay. Azt én mondtam, Boxi. Fáradt vagyok, én kerestem, hogy ki írta ezt, nem is írt senki ilyet. Várj, mindjárt ír. Írta. Írláthatatlan ő. Szóval azt akartam mondani, hogy van olyan küldés a szezonálisban, hogy... Nézd, ott van. Magas területről kell legyilkolnod valakit az új pályán. És a Bogyó hát. És Rájcsú is beírta. Bogyó és Rájcsú. Azt se látom. Hát, én is beírtam, Maxi. Kisi, lép ki meg vissza. De nem van késő sem. Ügyesek legyünk. Nézd meg, mi volt ez. Furcsa hangot adott ki a Junkrat. Anna volt. De Anna volt, ideig hallatszódott. Jó, nem szórakozok, hozok egy Annát. Annát? Az volt, a Anna volt. Milyen lehet szórakozni? Na, megint a Battle Mercy-ezni. Mutasd magad a kék ruhádba, állj meg! Meg akarom nézni közelről. Na, Bö-bö-bö ja, is megtem. Itt van. Hol vagy? Dászai. Hangot hozzak? Ki? Tessék, adok cukokat, de ide. Hagyjál cukorkát, szórjad! Csak ezt a majmot. Milyen lemajmozó engem? Ja nem, másik majmot. Magamat majmoztam rá. Nem majom, tudós. Tudós. Itt mindenki e-sportoló. Not a monkey, a scientist. The little monkeys. Johnny, yes to papa. Haha, Emiud, ezt megöltem! Megöltem a... ...vizét. Zenőbics volt, nem? Ugyanaz a csapat lenne az ellenfelünk? Nem. Oda is cseszne, akkor. Ó, lehet csatoltam. Le kell nyomni őket. Lövöm amennyire tudom, de jobban lőnek, mint én. Hoppá, Emiod, ezt megint megöltem, de fog engem szeretni. Baxi és Dave live utánam, szímez. Tényleg, lezárom Baxi hétig, amíg kezdem a forti. Igen, Baxi. Nem. Nem, nincs kedved? Átküldöm a nézőm. De Baxi, átküldöm ezt a 9 nézőm, jó? Én hát... a bajonettázni kicsem, mert nagyon régen nem folytattam a bajonettát, és az lenne a következő, de... 8-at átküldök neked. Azért nem live voltam végül ma, mert nincsen netem, és mobilnetről vagyok. És a nagy gépre nem tudok mobilnetre felcsatlakozni, mert az csak kábeles. Várjál most a mobilnetről vagy overwatchozni? Igen. Akkor van neki. Ó. Nagyobb nincs meg a váltad, így kapta az... a szemad egy hónap. Kapd el őket, Kapd el, csibész! Áááá, meghaltál! Öt player clear! Igen? Ahogy Baxi, meg tudod oldani, hogy... mobil netedet használd az asztalit. Nézd, a Ash is felébredt, azt mondja, hogy röhögő fej. Ash, itt vagy még velünk, te is köztünk, vagy te vagy a minden Ash. Ajá, mert nem hallottam, Amy mit mondott. Bocsánat. Még USB egyszer. USB-KB lehet tudod megosztani a netedet. Ja, mobilról, hogyha rákötöm a mobilt USB-vel? Jövök. Jó, lehet, hogy megcsinálom. Külön az internet megosztás, ne van ilyen, hogy USB megosztás. Ez jó tudni. Köszi az infót. De most azt szerintem nem vállalom be, hogy mobilnetről streamelek. Igen. Nálam alapból legül a Box Live-ja általában. Attól függ, mit nézel? Az ultim az mire jó? Nekem szarra se volt jó, igen. Mi vagy te? A tudós. Majom. Neked feltölti a HP-dat maxra, és így felerősödsz, és elkezdesz nagyon erőseket ütni. Aha. Meg dobálni az ellenfelet. Toljunk rajzolós streamet, én azt mondom. Rajzolja. Ön nem azt mondod, Pati, hogy alvos cím legyen. Igen, Dave, legyen alvos cím. Aha. Ahhoz sok donét kell, hogy azt nézzétek, ahogy alszok. Nem, ingyen nem alszok. Dave, leül a kamera elé, könyvvel, és elkezdi olvasni a helyikot. El is alszok rajta.
Akkor vedd meg a könyvet. Mi ilyen Everstream is, nem? Mond. Most nem úgy se elvett, Dave. Először kell Everstream, utána Alvostream. Ja jó, akkor először érkezzem valami kaja, mert holnapra megfőzött Jana, de hát én azt most nem eszem meg. Megint a halason vagyunk, mi sose vagyunk a pingvinesen. Mennyi kell az Alvostreamig? Nem akarok összeget mondani. Drága az alvásom. Mekkora donét utána alszol egy jót? Mennyi utána alszok egy jót live-ba? 200. De nem forint, 1000. 200. Valaki bedonétel 200 ezeret, akkor talán lesz egy alvos. Be ne donétel, Jani. Nekem az kiájulós stream lenne. De várjál, azon gondolkozok, hogy nem, hát akkor már, hogyha aludjak egy jót, akkor jó, az már 200-a elalszok. De a YouTube abból leszedi a 25%-ot, 175 körül marad, az már megér egy alvás. Utalás jó? Nem. Bár abból nem szedne le a YouTube. De azt nem tudom bemutatni. Twitch-en van egy csávó, az átlag 41 ezer nézővel játszik, szóval annyi nézőt. Azta. És ő azt is streameli, hogy alszik. Azta, de durva. Mondjuk lehet, hogyha már annyi nézőm lenne, meg minden, hogy megérni, akkor lehet, hogy én is úgy lennék. Meg most a nagy villanyszámlánál még bele kell kalkulálni azt is, hogy az se olcsó, hogy végig maradjanak a fények. Na jó, de ő tudod, hogy aludt? Kiment a kertben az izébe, a medencébe, és egy felfújható matracon, így most, úgyhogy fújt a szél, meg minden. Az nagyon durva, hát hideg van, de mi ruhané, vagy a fürdőruhába? Hát nem, pulóver, kabát, minden. Akkor se százas, biztos nem mennék ki. Na az, hogy én a hidegben aludjak, fél misi. Megfáznék, nem? Szerintem a csáv az egy medencében még kereste a metapodot. Azért van, hogy biztos, hogy nem mennék ilyen hidegbe. Á, ne viccelj már. Én sem. Nem, hogy aludni. Meg is fagynék, de föl se ébrednék. Nem csinálnám. Ki volt ilyen bátor, hogy egymaga megpróbálta befoglalni? Hát nem én. Nem a bátor volt. Én voltam. Na, Pati volt. Itt egy baxi. Ennek tudja, hogy én hülye vagyok. Ennek tudja. Nem, csak Pati vagy. Csak vakmerő kanál. Jó, most bemeltem neked hátba támadni. Jó, hát én is itt vagyok és nyomom. Ami a csövön kifér. Csövön, kinek a csövén? Távcsövön. Meghalt a tank. Sorry. Kell a tankom. De miért lőnek le, mikor ultizok? Ja, ne kiabáljak, bocsánat. Mert ő is ultizott. És ezt honnan kellett volna látnom? Hát elkezdett pörögni és azt kiabálni, hogy haj meg. Ja. Liv, csináljál egy olyan ilyen szamára férte múlt. Die. Az vicces volt. Kapd el őket, gyerünk! Gyere! Csivész, kapd el őket! Ti miért nem használjátok a sárkányos karaktert? Az tök nagyot sebez az ultia. A Hanzo? Tudod miért nehéz azzal lőni? Ja. Nehéz fel találni. Alapvetően ja, az ult ilyen nagyon jó, de mire végre fejbe lőni feltölt, aha. Egy. Ez nehéz. Ez még meg lehet. De azt gyakorlom amúgy, amíg nem játszottam veletek, de hát nagyon szorul megy. Jobban megy, mint a Genji-t? Nem, most a Genji jobban megy, mint a Hanzo. Én a Videomaker-es kiszett. Nekem az is borzasztóan megy, nekem a házol is, meg Videomaker is borzasztóan rosszul megy. Én meg a az pizzákra nekem... esküszök, az mindig jó. A bolonyai pizza, nem? Az. A mondjuk a múltkori nem volt olyan jó, amit Baxival rendeltünk, az messze nem volt jó. Mert nem volt az nem, a... jobbat volna a bolonyai tészta. Hát amúgy igen. De pont kifogtad, pedig nem szokott rossz lenni a pizza, hát. Gyerünk. Kapd el őket. Ezt kinek mondod? A tanknak. Ja. Eminek. Szerintem kapd el őket. Nyalgalítek közben. Elkapom. Na hát akkor jó rajzás. Hogyha kikapcsol a rajzolás, akkor megéri. Ez olyan, mint hogy engem is kikapcsol a stream, csak mellette fölkúrom magam. De amúgy szeretem. Ez csak heti. Hát én most nem a Boxlinak a live-ain
nyugszok le. Az én levél mennyien nyugtatóak? Aha. Fönn, mikor boddogatod a kártyákat. Ajajaj. A legjobb. Ott vannak fönt. És nyitod a lifionokon, meg a meripeket. Ja, és minden merip számolástól elalszol, mi? Pontosan. Ó, az a 3 HP. Meghalt a Willy Wo Wonka. Au. Mindig elbúztam a kül. Aztán, hogy ebben a pubban nincsen melmetál. Baxi. Jaj, mennyi melmetált nyitotta az előző pubba. Azt azóta is emlegetem magamban, hogy na, a Baxi vagy 5-öt nyitott. Hát aludni már is kell, John, bizony. Az ott a mémred, az a melmetál. Nem bírok ezzel. De ez még meg lehet, hajrá, hajrá, ez nagyon jó lehet. Meg lesz az a mountain bike, Ferike. Szép. A testemet elvérted, de a lelkemet nem. Nem, Baxi? Azt mondta, hogy szálljak le a pályáról. Ki mondta? De Moira. A Battle Mercy. A Butlem úrsej. Jaj. Hoztam volna Mercy-t. Hoppá! Willy Wonka megint halott. Én is hallottam. És megint Chaz meg az ultimat szét kell izélni. A mednek. Mindig jól dolgozik ezek a... Reaper. Megvan a win! Easy. Nice. Easy volt. GG. Nem tudtak szólni. Ki lesz a... izé? Hát nem én híveltem. A med. Reaper. Ilyen csúnya. Az tényleg csúnya. Igen, itt megölt 3 vagy 4 ember. Ez volt a Suzuki. Ja, ez volt engem, amikor elkezdtél volna. Nice. Meglett az acsi? Szerintem nem, igen, nem a meg a Junkrat Icon is meglett. Igen, meglett a Hero of Antarctica. Na, így állunk most, ez tök jó, hetibe. 3 win. Na, Arcade módban még nyerjünk 2-t, menjünk másik Arcade módot, még 2-t, és utána... 3-at kell csinálni naponta. Tudom, az több lett. Melyik az a 2 még szerintetek, amit biztos, hogy megnyerhetünk, mert 2 win kéne a napiból? Minden megnyerünk. Minden? No, menjünk no limit, az vicces. Jó, no limit. Lehet olyat, hogy mindenki ugyanazzal van akár, vagy több egyforma van. Ó. Ja, no limit volt az eredeti Overwatch. Tényleg? Igen. Hát úgy jött ki a játék, hogy egy karakter többen is hozhattak. Igen. De szerintem amúgy ezzel is tök jól az Overwatch, mert tudsz karaktert cserélni játék közben. Én ezzel azt hiszem, jobban élvezem, mint a Valorantot, mert tényleg rám írtak, és mindenki visszaírtam, hogy nézzék meg az Overwatch-t, ingyen van, sok karakter, más az egész, nekem jobban tetszik ez. Tehát tényleg 4-en vagy 5-en kérdezték, hogy lesz-e Valorant, mondtam nekik, hogy Overwatch, nézd meg. Aztán én szoktam úgy nézni Valorantot, de nekem jobban bejön az animáció, a hangok, meg az... Nem tudom, a képesség is, bár ugye nagyon sok hasonló képesség van a Valorantban is. Mert néztem, hogy Valorantot valahogy... 2 live-ot kb. Toltunk, de annyira nem fogott meg ez, viszont igen. Ezt leülök játszani live-on kívül is, a Valorantot nem ültem le. Hát meg annyi, hogy a Valorantnál nincs annyi ismerősöd, aki játszik fel, itt pedig elég sok. Hát azért volt már a lolos időszakban, a lolnál aki lolozott, az Valorantozott is, és vagy 8 ember 9 kapásból volt ugyanúgy. Csak ti nem valorantoztok. Talán inkább úgy mondanám. Ah, no, Bunny. Mit csinálom? Védekezünk? Orbjon! Védekezünk? De jó lesz. Védeni kell? Igen. Tamén. Akkor mik legyünk? Orisszát? Én Torbot hoztam. Én Orisszát. Az is jó. Healert hoz. Köszi. Szegény Mirák kényszerült, mert senki más nem választott healert. Na, én ott szeretem. Na, mondjuk egyedül nem annyira jó, de...
Szétlövitek őket, akkor az jó. Megpróbáljuk. Ha nagyon nagy a gáz, akkor majd segélek. Ja, megint rossz ajtón jöttem föl. Utálom. Heritage Múzeum. Kettőt kéne nyerni. Ezt megálltam vagyok. Nem indult már. De azért mennyivel könnyebb, hogy csak így ennyi emberrel játszunk, mert Fortnite-ban már ilyenkor vita lenni, de most én jövök. Itt lett volna, pedig ezt telefoltam. Itt azért egy kicsit nyugisabb. Holnap abba bízok, azért egy 7 órakor még nem lesz 15 várakozó játékos. Én akkor mondom nekik, aludjál vissza 2 órát nyugodtan. Dave, egy valami fi. Ott fognak bent jönni. Toxtésen nem leszünk. Az biztos. Hát attól nézni, gyertek, csak még 7 órakor aludjatok. Ja, tényleg Ben Baxinek dolga van. Mi lesz hónap van? Labdiszkutatás. Ó. Azt hittem, hogy Fantasy Expo, de akkor az nem holnap lesz. Az még kicsit később lesz. Ki mondott, hogy mit mondott, hogy menne? Én azt mondtam csak, hogy megnéztem a pályának az alját. Lelökött a Doomfist. Ó, itt csak védenünk kell 4 percig. Ja, ezt nem szabad elfoglalniuk, hogyha elfoglalják, akkor elkezdik tolni ezt a payloadot, amit középen, és akkor az abból kell őket akadályozni. Amúgy ez a pálya még a hőcsögé volt. Miért? Nem új. Ez elég régi, csak nagyon sok ideig nem volt benne most az első 2 szezonban. Hát azért volt a hőcsögnek a mapja, mert akkor még úgy volt a hőcsög, hogy korlátlan ideig tudott kapaszkodni. Ó, értem. Belekapaszkodták egy a pélóta és ő. Ó, eddig jó vagyunk. Hát itt a legveszélyesebb, ha valaki bedob egy hőcsög útit, vagy egy mely útit. Segítség! Okay. Fönt valamit megölték a Baxit, de mi? Bejött egy Moira mögém és kiszívta az életemet. De tudettem kivégezte helyettem. Szifola! Hoppá, egyet megöltem. Most vissza kell azért mennem és kis törpelábaim vannak sajnos. Ilyenkor megöltek Furit! Bakfi! Ilyenkor nyom be az a jelölés. Basszus, vigyázzatok, most már nagyon bemásznak a pofánkba. Eddig csak távolról nézelődtek. Akkor lejövök, akkor lent leszek. Azért akkor mondom. Így is jó. Voltak minket. A túletedet dob be oda a bokorba, Baxi. Ja, most itt van lent, ez is teljesen jó, így se számítanak rá. Eljogos. Annak annyi. Van lávám, csak... Szóval majd akkor nyomom jó, el, hogy bejöttem. Jó, nagyon kell, akkor kell. Ugyan, egy halál érdekel? Jó, látom. Egy bőre még elég sikertelenek. Nem baj, addig örülj. Mit készítél te, Pati? Milyen Pokémon kártyát? Nem tudom. Hát a pold. De ők hoztak Hanzót, mindjárt kapunk egy sárkányt az arcunkba. Akkor biztos is. Várjál, bejöttek oldalról, Baxi. Meghaltam. Jó, hogy 3-an jöttek be, basszus. Meghaltam én is. És lábát sikerült eldobnom, de sajnos megöltek. Nincs ott senki, mert én úgy láttam, hogy nincs. Senki. Akkor buktuk. Pedig nagyon szépen védtük, másfél perc kellett volna. Ez is egy rohadt idegesítő dolog. Majdnem megint meg lett. 3 HP-val érek túl. Akkor képzeld el, Anke, de mit, milyen érzés lett, mikor egy megadott pontig eljutott a nyelvjét. És folyton úgy azt a pontot évítek el. Ezt sok damage. Megöltek. Mi jó a Doomfistek ellen? Mi? A Doomfist ellen? Más tudom, nem tudom. A szombra meg a mely. Azt hittem elkezdesz énekelni, a szombra meg a mely.
Nem. Na, lehet, hogy mégis elhamarkodottan értem azt, hogy győzni fogunk. Messze szarú állunk. Még a Bastion is jó, Baxi. Doomfist ellen. Hozzak egy Bastion, annyira nem vagyok jó Bastion-es. Sokkal jobban toljátok a damage-et, mint ő. Már nekem is fárad az agyam, csak azért olvastam fel ilyen későn. Most fogtam fel, hogy nem olvastam. Kapunk a sárkányt az arcunkba, vigyázz! Látom. Farkacsokat. Igen, mert most farkacsokat. Igen. Pokémonból kéne ilyen játék. Na ugye? Adnám. Van ultim. Hajrá. És nem XP-t kaptál küldetésekét, hanem egy új Pokémont. Mondjuk már úgyis több mint 1000 van, úgyhogy. Oh. Ja, ezzel van, és legtöbbször ugyanazt a Pokémont ismételik a legtöbb játékban. Biztos Charizard, nem? Idegesítő, ennyi Doomfist, Jézus Atya úristen. Ja, hogy 3 van neki! Hát igen. Egy Doomfist is nagyon idegesítő, de 3 az már pláne, na jó. Hogy most vettem észre. 3 Doomfist az olyan, mint a Unite-ban a Mókus. Ja. Igen. Vagy 3 Mókus, az rosszabb. Ma meg kéne vennem a Unite-ba a Mókust is. Nekem már megint mindenki megvan. De jó, neked nekem még nincs a Talonflame, a Comfy. Meg még egy valaki nincs meg, 3 kell azt hiszem. Boxi amúgy, hogy csak tud, láttam, hogy kiraktatunk erre. Mit tett ki? Láttam, hogy kiraktatunk erre, hogy meg lett a Comfy. Ja, mindig ki szoktam Twitterre rakni minden skint, meg pokét, amit megveszek. Néha ad érte 50 EOS coint, ami miatt megírja. Igen. Jó is raktam. Azt a napi első megosztásért jár amúgy 50. Hát messze nem lett meg. De nem volt egy olyan, amelyik felett, csak így egyszerre. Darkrai-nak hívják az egyik ellenfelet. Látom. Oh my god, egy Pokémon győzött meg. És tényleg. Nem dobtál hozzá labdát. Igen. Itt ment el, hogy meghaltunk. Akkor igen. Ja. Pedig itt már nem sok kellett, másfél a perc. Na, én azt mondom, hogy úgy megyünk még egy ilyet, hogy ha meg lesz, akkor megyünk még egyet, hogy meg plusz 2 győzelem meg legyen, ha nem, akkor vége már. Mert most már elfáradtam. Tehát, hogy ha megnyerjük, akkor lesz még egy meccs, ha nem, akkor ez az utolsó. Meglátjuk. Hát azt hol lehet látni, hogy hány kreditünk van? Mert most kapunk kreditet, de nekem nem jut. Én nekem hozzáírta. Ha bemész a Heroes-ba, bemész valamelyik Hero-ba, és ráállsz mondjuk a skinekhez, akkor ott fönt mutatja, hogy mennyi Overwatch coinod van. Ha arra rányomsz, akkor kiírja, hogy hány kreditet, hány kompetitív pontod, meg hány tokened van. Ezt majd elmondod, hogy hol mutassam meg. Várjál, mindjárt lehet kapcsolok, hogy lássam mi van. Szóval menj be mondjuk a shopba, vagy a valamelyik Heroes menübe. Én? Igen, menjél vissza, nyomj egy escape-et. Igen. Shop. Shop mondjuk, és akkor ott fönt írja a jobb felsőbe, hogy hány... 169-en van, igen. Arra elvileg rányomsz a egérgombbal, akkor ki kéne írni a többi izédet is. Nem.
Nem, ne, akkor csak a Heroes-ban. Akkor csak a Heroes-ban írja, akkor megy a Heroes-ba. Az a menü, hősök menü. Ott tudod összeállítani a karaktereket. De itt most hol írja? Menj bele hősbe, menj bele a skinekbe, és ott a skin listánál is ugyanígy ki lesz írva, hogy hány Overwatch coinod van, és ott kell rányomni. Nem egész. Belemegyek egy hősbe. De nem a, nem a shopon belül a Heroes-ba, hanem a főmenünk belül. Külön egy menüpont, hogy Heroes. Ja, azt nem mondtad. És akkor itt? Válasz egy hőst, mindegy kép, skin. Skinek. Igen. És akkor ott van fönt jobb felső sorokban, hogy hány, mennyi pénzed van. Ezt arra nyom rá. Erre. Ja, és ott ír egy credits 200, aha. Aha. És csak akkor fogod tudni a creditet használni a skin vásárlás, hogyha van annyit, amennyiben a skin kerül, akkor vásárláskor megkérdezi, hogy Overwatch coint vagy creditet szeretnél használni. Igen, az 5-nél. És mert a creditet nem tudsz venni, az csak a régi Overwatchból hozhattál át, vagy ugye most kaphatsz a Battle Passból. De coint csak a Battle Passből kapunk? Igen. Jó. Kaptam meg, hogy 5 órával ezelőtt valaki írt az osztálycsoportba. Időbe. Időbe kaptam meg. Ja, itt, hogy Pati itt vagy? Pati itt vagy? Jelentkezik már Pati? Pati sürgősen jelentkez. Mit kell csinálni a pályán? Ja, ugyanúgy védenünk. Vagy támadunk. Kísérni kell a tucot, igen. Akkor most mi támadunk? Igen. Na. Itt lehet harangozni. Tényleg. Igen, hogy miért írna nekem bárki? Itt régen volt egy achievement, hogyha megadod, hogy volt egy zene, az lejátszottad, akkor kapta egy achievementet. Van egy karakter, aki elkezd. Igen? A hörcsög egyébként, az amit szeretnél a... Ugye a Wreckingben, vagy Hammond ki, hogy hívja. Szóvárosnak a... Igen, a fanfát azt el tudja nyomni. Akkor elkezdi dúdolni. Hát mondnak a legjobb a győzelmi... ...képe. Videója. Mikor megjelenne az a vidla. Jó, bastionyék vannak. Én már tolom is. Akkor mi is jövök a Genjivel. Ja, azért van, hogy én már itt vagyok rajta, mert Junkrat-tel beosontam. Hát robbanva ugrottam az az osonás, de... Au, magához húzott a szeretetével. Van egy kód, egy mi van egy otthog is? Az ölt meg engem. Azt mondom. Hát itt a Junkrat-tel eddig kb. Semmire nem mentem. Fuck, ne! Ne! Fuck, kilőttek! Elnyomtam volna az ultimat, és erre egy forrót és lelőtt. Ja, a Roadhog meg visszatöltötte magát. Magvetlen ezek szerint a Genji-nek is kimondja az ultiát. Megöltem a na, Filipet. Filip a Roadhog. A piros hag. Mindenki halál. Toljuk a kamiont. Papa kocsit hajt. Azaz. Csúnya Filipet le kell szedni. Au, meghaltam. Eh.
Nekem most nagyon van az ultimat, úgyhogy azt tudom nincs oda. Mi az ultit? Ki vette? Én gent vagyok, és egy kardot kapok. Kardot lopsz? Kardot kaptam. Az orcok, ez itt mit csinál egy maga? Szenved. Miért nem hal meg? Én is azt nézem, hogy amúgy önmaga nagyon ránkét, a többiek meg alszanak. Addig jó. Meghalt. Ott a többi. Visszavontam az alszanakot. Megpróbáltam visszalökni rá, de nem működött. Nagyon kompé lenne. Gyerzzel, Pati. Ja. Oké, egyet megöltem. A kettő, egy. Ez mindjárt megvan. Reméljük. Meghaltam, de betoltuk, szóval itten életünk újra. Jó. Hát még a bázistól jön. Az ultimát meg szétlőtték, vagy én nem értem. Hát a Battle Mercy is Grinch-t hozott. Á, ez a Roadhog egyből megölt. Áó. Ez egy szemét. Mindenki gentézik. Van nála egy Mercy. Ja, egyedül vagyok, akkor ez gyors halál lesz, igen. Nem tudtam, hogy halottak vagytok. Nagyon fázok. Nagyon fázok már. Hát már én is kezdek, úgyhogy ezután azért van, hogy meglátjuk, mi lesz. Nem hiszem, hogy állandóan ez a rohadt Filipből, meg három ütésből. Van nekik három ilyen izéjük van. Ja, akkor azért. Három bastion, egy Mercy, meg egy izé, Roadhog. Hát erősek is. Megtalálták, amivel lenyomnak minket. Most a holtiznak. Nem bírok a közelükbe se jutni. Aj, de egyébként visszaütöttem az egyik izé ultit. Na. Na. Nem halt bele viszont sajnos, de tök üregy, tök jó. Nem bírunk a közelébe se jutni a cuccnak amúgy. Valami 15 player kill, mi a szart csinálnak, hallod? Hol tíznak? De mind egyszerre? Nem, felváltva. Ja. De elég jó taktika. Hát igen. Meg se bírjuk mozdítani a kocsit, mióta betoltuk oda. Lehet, hogy rossz, vagy nagyon jó helyzet előnyük van ott. Mindjárt van a sárkányom. Na, segíteni fog. Talán. Talán az. Nem ment ki, mert behúzott, nem már. Na, nekem is ez volt előbb, hogy elnyomtam az ultimat, és behúzással szétcseszte. Gondoltam, hogy el kell. Hát megint szétlőtte az ultimat, hogy baszódjon meg. Nem bírok oda menni se, hogy felrobbanjon. Nézd, ilyen szabály nálunk. Tudod, egyszer Fortinál mondtad, hogy ha már nagyon késő van, akkor már na most már szabad. De nem az a bajom, hanem nézd meg, nem bírsz a közelükbe menni. Le se tudunk menni a kocsiig. Nem tudom, mit hozzak, tehát egyfolytában lőnek. De meg azt tudom, mit csinálok amúgy. Tudod mit, baszod? Behozom a kövér disznót. Hát semmit nem érek vele, mert nem tudok vele játszani. Egy párat le tudok ölni, de hát az még semmi.
nem bírunk előre jutni, és az a baj, két percünk van. A mercy-ünket kéne legelsősorba kiszedni egyébként, ameddig ő így kezdve addig felesnek illelve. A divától! De oda se bírunk jutni. Veszélyt megvan. Becsaltam kettőt a hőrcsöggel, hogy addig se az ajtóba legyenek. De megöltek elég gyorsan. Nem baj, de akarább jól gyakorolom magatom a gencsit. Meg se bírok mozdulni, ó, úgy lőnek. A gyerekek van sárkányok. Akkor nyomd rájuk. Bye bye. Nice. Na, szép, szép. Haladunk. Csak egy perc mindig él azon otthon, nem? Igen, az marad. 8 kilométeres kör, de igen, haladunk, haladunk. Na végre, megmozdult a kocsi. Nye. Ez is valami. Hossz. Hajrá. Gyerünk, toljátok! Tolom. Mindjárt megvesz! Itt vagyok, tolom! Aj, ne! Valaki oda ment! Ide jött, igen. Megöltem! Van megint valaki. De nem már! Nem bírok kettőt megölni. Ne! Ne! Egyet bírtam. Nee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 
Nem baj. 27 killem lett. Az igen. Éreztem, hogy ezekkel volt a baj. Nem baj, jó volt akkor zárónak, akkor már nem lesz még egy, meg kettőt már ma biztos nem nyerünk. Úgyis mindjárt éjfél van. Menjünk egy félig, én ezt mondom. Én már nem. Dévevel lemerült az elem. Az, meg holnap hosszú lesz, gondolj bele, reggel 7-kor kezdem, lesz egy óra ebédszünet kb. És azon kívül este 8-ig van terve. Ez majdnem 12 óra. De neked lesz Harry Potter-ed. Hát ez az. Lesz. Azt meséljál. Mi? Már nézed egre. De várjál már, nézd meg mennyi kellett. Nézd oda. Jó, mondjuk nem ez nem számít, mert 3 kellett csak, de hogy majdnem meg lett. Ne nézed a kulcsot. Weekly az még messze arrébb, szezon az... Hát nézd a kulcsot hozzá. Csak FOMO-n van. Nem kell vele szövődni. Jó van. Na hát akkor jó pihenés mindenkinek, reggel találkozunk, akivel találkozunk. Jó van. Úgyhogy köszi a meccseket, jó ét, sziasztok! Jó ét!